köszöntöm Önöket a 2018-as évben az első előadásán Horváth Gábornak. Én majdnem azt mondtam, hogy az első történelmi előadáson, aztán rájöttem, hogy januárban volt egy régészeti előadás, tehát az is történelem, tehát nem mondtam volna igazat. De a Gábor előadás sorozata idén is folytatódik. Most éppen a 200 éve született Görgei Artúrról hallhatunk több olyan érdekességet, ami a történelem könyvekből kimaradt. Úgyhogy én át is adom a szót Horváth Gábornak. Tekintjük ezt megelőlegezett bizalomnak. No. Ma irodalmi napot tartunk. Ugyanis az egész előadást az ember tragédiájára építettem föl. Görgeinél nagyobb tragédia, ugyanis kevés embert ért, és ha valakinek tragikus az élete, az ő. Egy verse kezdett. Görgeinek hívják a sirány gazembert, ki a hazát eladta cudarul. Kergesse őt az Istenek haragja, a síron innen és a síron túl. Ó, százezernyi hősiak vezére, dicső, ha győz, dicső, ha elesik. Ki úr leendett, mindennél nagyobb nincs, milyennél nagyobb nincs, meghajlott a láb, túlt a fövenyi. Kezében volt az ország szíve kardja, s ő, mint pofonvert, megrugdalt inas, föladta gyáván minden drága kincset, bérért vagy ingyen, mindenképpen gaz. Hallgatnak ágyúlni, puska nem szól, a némaság, ó, mi rémületes, a hajdú nem tűz, a megjött huszárnak, kardján most nem vér, csak könyv csörgedez. Harc nélkül, alkú nélkül így elesni, egymásra néznek a hús harciak, a hitszegő vezére szíveikben kihalhatatlan átok mondanak. Isten vagy ördög? Így kérdik magukban. Melyik Isten, melyik teremti ezt a Görgeit? Így férget Isten soha nem teremthet, ezen megtörnék emberben a hit. Heradjon a fű, ahol megpihenne, akadjon fel, midől a fára néz. Enyhet ne adjon éhe, szomja ellen a föld, s ne nyújtson soha emberkész. Kergesse őt a bal szerencse, mint szilaj kutyák a felriadt vadat, éljen nyomorból, kínból, mint halálig, s ha elhal, verje meg a kárhozat. Vörös Marti Mihály, 1849. október 10. Elég durva vers. Az. És én nem találom el a nagyobb bajt. Görgei Artúrról lesz szó, és nem lehetem úgy mondtam, hogy az ember tragédiájára igyekszem ezt felépíteni. Egész egyszerűen akárhányszor az ő életéhezből olvasok, az ő műveikből olvasok, az ő 48-as tragédiáját, 49-es tragédiáját olvasom, mindig az ember tragédiáját eszembe. És nem véletlenül, például még az is olyan párhuzam, hogy ha olvassa valaki az ember tragédiáját, a végén Ádám miért nem lesz öngyilkos? Má! A felesége terhes. Így van. Görgei esetében is egyébként ugyanez volt a helyzet. 1850-ben születik meg majd a fia, vagy a lánya Berta. Tehát ez az egyik oka, miért annak ellenére, hogy ugye kegyelmet kap és nem utasítja el. Ezt le is írja egyébként a művében, hogy ez az életem és működésem. Ennek az előszabába pontosan leírja, hogy miért nem tehette meg például. Úgyhogy ez egyik. A másik az, hogy szeretett volna a katonatársainak még egy utolsó lehetőség, egy utolsó segítséget nyújtani, és amikor arrafele járt Ferenc József, akkor is igyekezett egy találkozót vele megbeszélni, hogy kiárja nekik a kegyelmet, akár saját maga életen árán is. És ez nem sikerült. Nem, őt nem lehetett bántani. Ez a cár védelmét élvezte. Ennek ellenére azért kisebb-nagyobb eredményeket siker elérni. 1851-ben majd elengednek néhány régi honvédtisztet. Hogy ő teljesen az ő okán vagy nem, az másik kérdés, de lehet, hogy közrejátszott ez is benne. László Fülöpnek a festménye Görgei Artúrról, hát itt már lehet látni az idős Görgeiről. És most épp egy, a Rubikonnak a legújabb száma Görgei emlékszám egyébként. Elég jó a szám, és elég érdekes dolgok vannak benne, ha valaki látja és belenéz, szerintem érdemes megvenni, de ez nem reklámhelye. Az az érdekes, hogy ebben mondják el azt a történetet, ami ehhez a festményhez kapcsolódik. Ugye László Fülöp, amikor megfestette Görgeit, megkérdezte, hogy hogyan tetszik neki ez a kép. És Görgei azt mondta, hogy nagyon, különösen a szeme kifejező. És azt mondta Görgei, azért nagyon tetszik neki a szem, mert mintha azt kérdezné, hogy mit tettetek velem.
És hát valóban. Ugye legendásan ilyen acélkék, szürkés kék szeme volt, és nagyon sokan, akik először találkoztak vele, nagyon megragadó volt a tekintete. Majd fogunk is egy példát látni, Leininger Westerburg Károlynak, hogy amikor találkozott először Görgeivel, hogy hogy élte ezt meg. Óriási hatással volt mindenkire, aki találkozott vele. Azonnal érezték, hogy nem akárkiről van szó, hogy egy nagy emberről van szó. Mondd, mit hiszesz a homo iusiont, vagy a homo iusiont? Ugye az I és az Y. Görgei Y-nál írja a nevét, hogy I-vel. Az előbb már itt mondták is, hiszen, hogyha visszamegyek, az első előtt, ugye, Görgeivel van írva, és Y-nál van írva a fénykép, vagy a festményen. A Görgei család, egy nagyon ősi család, 13. századtól kezdve bizonyíthatóan a magyar történelem része, ugye a 12. században érkeztek Németországból az őseik, letelepedtek a Szepességbe, évszázadokon keresztül a Szepességhez tartozott a Görgei név, és mindig Y-nál írták a nevüket. 1848-ban eljött a szabadságharc és a forradalom, és abban az időben a nemesség átkezdte írni a nevét íve. Görgei ezek közé tartozott, 1848-tól a nevét ível írja, és a haláláig így is teszik. Tehát ezért 48 után mindenképpen ível célszerű írni, hogyha olyan eseményekkel kapcsolatban író Görgeiről, ezért ível kell írni. A testvére végig Y-nal írta, elhoztam az ő művét is, 1848-49-ből, Görgei István. Ő megtartotta az Y-t, de Görgei Artur mindig ível írta. A másik az, hogy érdekes, hogy Art THU-val, TH-val írta, tehát tényleg úgy írta, hogy Arthur, és nem Arthur-val, bár így is, úgy is, tehát nem volt kialakult képe, az viszont mindig igaz, hogy ível írta. Tehát ezért maradtam az eredetiben is az I-nél. Herman Robert is, aki a legjobb kutatója Görgeinek egyértelműen, és remélhetőleg idén kijön majd az életrajza, ezt csak bízom benne. De valamikor a közeljövőben biztos, hogy lesz egy nagy életrajzunk Görgeiről, ami már teljes áttekintés nyújt az egész életéről, ezt Herman Robert fogja biztosan megírni, nincs nála jobb, és ő ezt majd is részletesen leírja, de tényleg így van írni akkor már nem ér. Végig idézeteket kerestem, annyi, amelyik passzol az adott részhez. Egy gyáva népet meg nem átkozom, az nem hibás annak természete, hogy a nyomor szolgává vérjegyezze, és a szolgaság vérengző eszközévé is ügyesze néhány dörfös pártütőnek. Én nagy rajongója vagyok az ember tragédiának, szerintem Magyar Irodalom egyik legjobb műve. És hogyha ezt egy Shakespeare nevű fickó írja, akkor valószínűleg az egész világ irodalom egyik legjobb művéről beszélünk. Nem ő írta, de így is azt gondolom, hogy az értékén semmit se csorbít ez. Kiváló. És mondom, Görgei nagyon szív, nagyon sok helyen parasszol, vagy passzol. Színekre is osztottam az egész előadást, akkor már maradjunk a hagyományoknál. Az első helyszín, ahol találkozunk Görgeivel, az Bulgária. Na már most, hogy kerül Görgei a Bulgáriába? Sehogy. Ugye, azt is leírtam, hogy Görgei egy taknyos és hogy van a szereplők között. Itt most az idős Görgeivel találkozunk először. Azzal, aki nem meteként él Visegrádon. Egy villában, nem a saját villája, ugyanis neki sohasem volt lehetősége arra, hogy pénzt keressen 1849 után. 1849-től 1867-ig Klagenfurtban, pontosabban annak Viktrin nevű városrészében él, nem jöhet haza, nem engedik, őrizet alatt áll, hol szorosabb, hol tágabb őrizetben, és még azt sem engedik neki, hogy dolgozzon. Tehát amikor elment volna munkát keresni ott Klagenfurt környékén, azt is megakadályozták a szervet. Tehát erre sem volt lehetősége. Aztán folyamodványokat tett a császár felé, hogyha már nem hagyják, hogy dolgozzon, akkor valamit utaljanak neki, mert éhen hal a családjával. Úgyhogy ilyen meg kellett találkozni, és Ferenc József fezült leveleket. A taknyos, az Görgei István. Nagyon érdekes a történetük. Görgei Artur ugye 1818-ban születik. Görgei István, hát 1825-ben, ha jól emlékszem, de amikor már mind a ketten túl vannak a 80-on, Görgei Artur az öcsét még mindig taknyosnak nevezi, Görgei Istvánt, és ő a taknyos. Két hölgy van még a körükben, Görgei István felesége, illetve Görgei Istvánnak a lánya. Úgyhogy ők így négyesben laknak gyakorlatilag Visegrádon, amíg szépen el nem kezdenek halni, először Görgei Istvánnak a felesége, majd Görgei István, és végül már csak Görgei marad a Görgei István lányával, de unokahúgával. Görgei az elmaradhatatlan szivarjával, hát így néz ki az idős Görgei.
99. évében hal meg. 1818-tól 1916-ig él. Elképesztő hosszú életet adott neki adtak neki az régiek, és még Kossuthot is bőven túlélte, hogy 1894-ben hal meg Kossuth. Sikerült neki még azt megélni, hogy azért az 1910-es évekre már senki nem vette igazából, aki egy kicsit is olvasott volt, nem vette komolyan a vádakat. Ezek a képek egyébként, mondtam, hogy dohány, nagy erős dohányos volt. 1848-49-ben még nem dohányzott, hanem tubák szelencét hordott magában, és azokból szippantott időnként föl. Hát erről is majd a Lenin idézet mond egy-két dolgot, hogy ezt miért csinálta szerinte legalábbis. Azt tudjuk, hogy igen, sajnos volt a sorsa is, hogy az az árulási vád, amit már 1849. szeptember 12-én Kossuth ráragaszt, ugye ez a híres Vidini levélbe Kossuth leírja, hogy Magyarországot nem a túlerő győzte le, nem a 200 ezer fős orosz hadsereg, meg a 170 ezer fős osztrák hadsereg győzte le a 170 ezer fős honvédséget, hanem az árulás. Nagyon súlyos vád. És a Vidini levelet, hogyha elemezzük, annak idején, amiki volt itt a kiegyezéses előadáson, ott kvázi emlékezhetünk rá, hogy ott a Vidini levelet néztük, úgyból meg tudom csak ismételni, gyakorlatilag minden pontja hazugság. Kossuth levele az a emigrációnak szólt már. Maga a levél is egyébként úgy kezdődött, hogy a magyar külpolitikai képviseleteknél, amik vannak Londonba, Párizsba, az ottani embereinek szólt, hogy ezt terjesszék Európába. Azért, hogy ennek volt egy stratégiai oka, politikai okokból, az volt, hogy azok az emigránsok, akik külföldre szorultak, Törökországban, majd Európa minden részében, azoknak adjon egy jövőképet. Hiszen, hogyha azt mondja Kossuth, hogy nincs esélyünk, mert olyan túlerő volt, akkor igazából milyen jövőre várhatnak ezek az emberek? Semmire. Ha azt mondja, hogy nem azért estünk el, mert túlerő volt, hanem azért, mert valaki elárult, akkor aztán megül a lehetőség, hogy legközelebb vagy nem lesz áruló, és akkor győzhetünk. Kossuth érthető, de nem menthető választozott. Egyébként itt az előzőben érdekes. Ez a 1884-ben megjelenik a már említett Görgei István, Görgei öccsének a könyve, az 1848-49-ből, ez egy három kötetes, rengeteg okiratot gyűjtött össze Görgei István. Az egész, ő egy Budapesten ügyintéző volt, aki a fizetését gyakorlatilag arra költötte, hogy a testvérét tisztára mossa. Nagyon szoros barátság volt közöttük. Érdekes, hogy idős korában Görgei Istvánt megkérdezték, hogy miért van az, hogy az egész életét arra tette fel, hogy a testvérét tisztára mossa, és akkor mondta, hogy ő neki emlékszik egy sztorira. Görgei Artúr, amikor még katonatiszt volt, az 1840-es években, huszártiszt. Görgei nem a tipikus huszártiszt volt, Görgei Artúr. Az a huszártiszt volt, aki olvasott és tanult. Az összes többi huszártiszt, aki ott volt a környéken, általában vagy a hölgyeket kajtatta, vagy pedig buliba jártak, vagy legalábbis partikra és bálokra, elitták a fizetésüket, adósságukat csináltak, kártyáztak. Görgei nem ilyen volt. Görgei eltette azt a kevéske pénzt, amit keresett, és azt hazaküldte Görgei Istvánnak az oktatására, és Görgei István 1910-ben, két évvel a halála előtt még így emlékezett egy újságírónak, hogy ő nem tudja elfeledni azt, amikor Görgei Artúr az összekuporgatott pénzét hazaküldte, hogy legyen neki egy hózentrógerje. Egész életében ott volt ez a motivum, hogy a testvére ezt megtette érte, akkor őnek is kell valamit tenni érte. Érdekes Görgei István maga, nagyon bátor katona volt István is, az 51. zászlóaljba harcolt itt Mainfront. 1849. június 27-én, 28-án a Győri ütközet, 27-én volt elsősorban. Görgei István vezette az 51. zászlóaljat, ő írja le a legjobban az itteni mérföldi eseményeket, ami akkor történt. És nagyon bátor katona volt, afro ember volt, kicsike, de hihetetlenül bátor, és végig küzdötte a szabadságharcot, majd ugye Görgei mellett maradt. Ez a Görgei István, amikor 1860, amikor ugye őt besorozzák, miután világosan elteszik a fegyvert, Görgei István besorozzák, nem a testvérével viszik el Wittlingbe, hanem őt besorozzák katonaként, ahol a legtöbb honvédet. Mikor végül leszerel, akkor az első útja az nem a mennyasszonyához vezetett, hanem a bátyához. Csak utána ment a mennyasszonyához. Hogy ez a ketten milyen kapcsolatban voltak, azt hiszem ez ugye eléggé
megvilágítja. Görge István tényleg minden pénzét arra költötte, hogy olyan dokumentumokat vegyen meg honvédektől, amelyek a 48-as szabadságharc történetét megvilágíthatják, és ezeket adta ki ezekbe a három kötetes műbe, és utána, miután megírta ezt a könyvet, ezeket a három köteteket megírta és rendezte, és azt a teményt, amit összegyűjtött, az utolsó fidejét is ráköltve, azt utána neki adta a Nemzeti Múzeumnak, a mai napig ott található ez a gyűjtemény. És óriási szerencsénk, hogy ezt megtette, különben rengeteg dokumentum elkalódott volna 48-as, 49-es szabadságharcból, amely egyébként amúgy is foghíjas. Egyébként amikor megjelenik ez a könyv, felzúdul az ország, és vannak olyan honvédek, akik elkezdenek kiállni Görgei mellett 1884-ben. Május 30-án 207 darab honvédtiszt és honvéd írja alá azt a nyilatkozatot, hogy nem volt álló. Kmetti, Kalka György a legnagyobb név rajta mindenképpen, de rengeteg első rangú katona volt, Földvári Károly, olyanok, akik a bátrak bátrának hívtak előtt. Kiváló katonák voltak, de annak ellenére, hogy ilyen nevek állították azt, hogy Görgei nem álló, a többség elsöpörte ezt a véleményt még mindig. Ez a Szabolcs megyei honvéd egyletnek a határozata, idősebb Krúdi Gyula, ha ismerős a név, ez annak a Krúdinak a nagyapja. Ő az, aki beteljesztette azt, hogy Görgeit nem szabad tisztára mostani, és azt, hogy erkölcsi halottnak nyilvánítják. Hát ahhoz képest még 32 évig élt, úgyhogy azért elég jól bírta, de kétség kívül nem sikerült még ennek a nagyon erős mozgalomnak sem lemosni a vállatot. Rengeteg apró történet van. Nézzünk meg egy filmet azonban. Nemrég felkerült a YouTube-ra, ez a Manda archívumnak a filmje. Az elemelőre és veszem. Na, jó, azt is megcsináltuk. Szóval a zenét veszük le. Gondoltam én. Ez egy 1911-es felvétel elvileg. Technika nüanszai néha az emberbe. Csak adjuk a hangot, ezt nem tudom, hogy minket kész. Tehát ez egy hajóutat mutat, illetve először még az, hogy Görgei tiszteletére 1911-12-ben huszárok vonulnak át Budapesten, és a erkélyen Görgei lenne. A felvétel érdekesség, hogy Görgei látszik az erkélyen, úgyhogy nagyon jól felvették. Egyesek kétségben is mondták, hogy ezt csak úgy oda tették, mintha az ő tiszteletére vonulnának fel. De én találtam újságcikket akkor, amikor ez megtörtént, úgyhogy valószínűsíthetően tényleg ott volt az erkélyen, csak elég rosszul sikerült fölvenni. Úgyhogy nem látszik itt még Görgei, de nem annyira érdekes, mert a hajón viszont már jól látszik. A mellette Návai Lenke Görgei Istvánnak a lánya, ő az, aki gondozta élete végéig a Görgei Artúrt. Ő ugye hát nyilvánvalóan az ősz emberről beszélünk. Nagyon sokszor utazott Budapest és Visegrád között hajón. És erről történet is van, amit mindjárt elmondok. Návai Lenke is érdekes, egyébként két évvel élte túl Görgei Artúrt, utána öngyilkos lett, hogy nincsen semmi dolga. Görgei családjában és az ismerősei között nem volt ritka az öngyilkosság, ezt el kell mondjam. Amennyire tudom, az egyetlen felvétel az élő Görgeiről. Hogyha 12-es a felvétel, ahogy az újságcikk írta, akkor bizony 94 éves. Nagyon sokáig nagyon jól tartja magát Görgei. 80 éves elmúlt, amikor úgy dönt, hogy megtanul angolul, és megtörténik egy év alatt.
Tehát elég jó kondiba volt, és elég jó működött az agya abban az időben is. És az újságokat, egyébként német-angol újságokat járatott, a magyar újságokat általában kihagytam, nem véletlenül. Az egyik útról például azért, hogy volt egy anyuka, aki a gyerekével ment ezen a visegrádi hajón, ugyanezen, amit az előbb láttunk, és hát ez az a történet, ami itt van, hogy hát mindenki látta ez a kisgyerek, hogy hát mindenki ezt az idős bácsi veszi a hajón. Kérdezte az anyukájátnak rángattam szoknyáját, hogy ki ez az idős bácsi? És az anyukája nem akarta neki megmondani, mondván, hogy ők az iskolában ugye azt tanulják, hogy Görgei járuló, és nem akarta ilyen kínos helyzetbe hozni saját magát. De az a kisfiú addig járkált közben, amíg egy idős bácsi elmondta neki, hogy hát ez a Görgei Artó. A kisfiú elkezdett kiabálni. A hazaáruló, az anyukája pofon vágta, modern pedagógiai eszközöket használt a nevelésére, és Görgei azt válaszolta, hogy ne bántsa asszonyom, szólt jogosan Görgei, hiszen én csak örülök annak, hogy ma is hazafiasan nevelik az iskolában a gyerekeket. Tehát annyira megedződött eddig már, hogy Isten igazából ez már nem vette meg. Rengeteg történet van egyébként arról, hogy Görgei hogyan bírta ezeket a nehéz éveket. Olyan történet is volt, ezt most nem tudom melyik újságból olvastam, sajnos nem sikerült újra megtalálnom, még régen egy másik előadáshoz találtam. Amiben az volt, hogy Görgei Budapesten szállt meg, és egy fogadóba volt, de a helyiek meghallották, hogy ott szállt meg Görgei, és oda mentek a fogadó elé, és elkezdték téglával bedobálni az egyik ablakot. Görgei kiment hozzájuk, és mondta nekik, hogy ne azt dobálják, hogy a másik valakit. Elképesztő azon volt egyébként, hogy ez kétségtelen. Volt több ilyen történet is. Volt olyan történet is, amikor vasút építőnek akart elmenni, és hát Erdélyben történt az eset. Leült, hogy állást kapjon, és hát ott is megtudták, hogy így valaki felismert, és mondták, az Görgei. Oda mentek hozzá, hogy most megfenyegetik, ordítoztak, kiabáltak, meg akarták verni, Görgei meg leült az egyik padra, és elaludt. Szóval halvérű volt azt azért, de hát ugye azért 48-49-ben azért komolyabb veszélyeket is túl kellett neki jönni, azért azt el kell mondani. És más újságcikkek is vannak, itt Görgei kenyeret kér, itt érdekes, hogy Győrhöz kapcsolódik a történet. Hát ennek a történetnek egy kicsi, úgyhogy nem is lehet elolvasni, elmondjuk gyorsan a lényegét. Arról szólt, hogy Görgei állást kért, mivel nem volt neki, és szeretett volna valamiből megélni, ez is az 1860 helyét utáni éveket jelzi. És egy ilyen bizottság elé került az ülésre, hogy felvegyék a Görgeit arra a munkára. És mindenki mondta, hogy az áruló, de hogy jaj, jön éhen. És akkor egy huszár, aki jönni a szolgált Görgei alatt, azt mondta, hogy gondoljuk csak át, én nekem egyszer Görgei kenyeret adott. És akkor mondták, hogy hát mesélj el, hogy történt az eset. És hát az a huszár mondta, hogy hát itt szolgáltak Győrbe. Ez nyilvánvalóan csak 1848. december 17 és december 27 között történhetett, mert Görgei akkor volt itt Győrbe, és akkor volt itt egy ilyen szituáció. Akkor történt az eset, hogy ő őrszolgálaton volt ez a huszár, és egyszer csak egy ilyen egyszerű ruhás emberke sétafikálta az őrszemek között, és hát éppen panaszkodtak, hogy milyen kenyerek van, és akkor mutatta ennek az emberkének, hogy nézze meg, hogy milyen kenyeret adnak, az egész tiszta csirvíz, ragad az egész, nem lehet megenni. Én Görgei mondta, hogy én Görgei Artúr vagyok. Elment, előszólította azt, aki a kenyérbeszerzésért felelős volt, az elsírta magát, hogy bizony összeesküdött a szállítóval, aki bizony nem jó minőségű kenyereket hozott, másnapra a szállító lógott. És utána rendes volt a kenyértől kezdve. Görgeivel nem lehetett egyébként kukoricázni, hihetetlenül kemény ember volt, saját magától nagyon sokat várt, de másoktól is. Persze magától követelt egyébként a legtöbbet. Úgyhogy így adott kenyeret annak a huszárnak, ennek a huszárnak a története meggyőzte ők, és egy rövid ideig itt szolgált, itt dolgozott Görgei. Ez a tordai, akit a tordaiak akarták megrenni, amikor vacsorázott, de a tordibáltak kiabáltak vele, aztán szépen megette az ebédjét, vagy a vacsoráját, aztán elutazott. Úgyhogy ezek is jó történetek. Egyébként, hogy milyen mérgesek voltak, milyen ellenkampány folyt még 1884-ben is, Veszprém megyei lakók. Érdekes, hogy Dunántúlon volt, úgy tűnik a legnagyobb ellenség
ügyes légkör Görgeivel szemben, mert az itteni újságok jelentős része az, amikor volt ez a felmentési kísérlete, akkor bizony igen keményen ellenállt. Akik meg Görgei mellett álltak, azok általában az alföldi térségek voltak, hogy ennek mi az oka, azt nem tudjuk. Valahogy így alakult itt az idős Görgei. A fején itt van a seb, amit kapott, erre majd még visszatérünk. Ez a végrendelet, amiben leírja, hogy nem volt képes vagyon gyűjteni, és amilyen van, azt Görgei Istvánnéra, a testvérének a feleségére, aki ápolt arra hagyja, azt a később meghalt előbb, mint Görgei, úgyhogy a nálai Denke lesz az, aki mindent örökön utána, de hát nem volt semmi, úgyhogy ez nem volt egy nagy örökség. Görgei István, a testvér. Görgeinek a másik mániája az a kertészkedés volt, hihetetlen levelei vannak az időszakából. Végig, ugye mondtam, hogy Bulgária az egyik szín, ennek az oka az, hogy ő imádott kertészkedni, és ebben a visegrádi villában egy olyan hatalmas rózsadugasok voltak. Ugye abban az időben Bulgária volt a rózsának a leghíresebb termesztési területe, ma is, ugye rózsaolaj Bulgáriából érkezett elsősorban, és ezért Bulgáriának hívták ezt a visegrádi villát, ahol lakott. De nem az övé volt a villa, tehát hogy valaki így elné, hogy lámas árulónak még az is tudott, hát nem az övé volt, hanem Görgei Istvánnak a fizetéséből. Mint lehet látni a beszélgetéseket. Kossuth. Ugye az a szerencsénk, hogy egyébként Kossuthról is, meg Görgeiről is az 1850-es években már van fényképünk. Majd lesz egy daguerrotípiáról készült rajz, ami Görgeiről készült. Ez 1849-ben már volt fényképezési technika. Csak sajnos a mezőn nem lehetett alkalmazni, ezért csak fényképészeti műhelyekbe. Ezért van ugye Petőfiről is egy daguerrotípiánk. Ez elég közismert, mert majd egy tankönyvben benne szokott lenni. Ez meg Görgei temetés 1916. Május 21-én hunyt el Görgei, azon a napon, amikor visszafoglalta Budavárát. Azért ez is valamit jelez egyébként, hogy meghalni is tudni kell valamilyen szinten. Ez is egyfajta utalás volt, majd egy utolsó bőkés még az ellenfeleinek, hogy még azt is tudta, hogy mikor kell. Görgei alatt. De Baku úgy esti gyóhiást veszteszel, vagy veszteszel, az ámulás. Viktring. Görgei itt élt. Érdekes, hogy ma a Klagenfurtban, Viktringben van egy Görgei végnek nevezett utcácska, ami Görgeiről van elnevezve. Egy 105 és a családja van jelen. Ha megnézzük, 1850-es években hogy élt Görgei. Azért érdekes ez a pont, mert Görgei, miután fogságba kerül az oroszok fogságába, majd átadják Ausztriának, ugye Klagenfurtba kerül, és megkapja az első támadást Kossuthtól 49. szeptember 12-én, és erre ő elkezdi válaszul megírni az emlékiratait 1855-51-ben. Elég komoly problémája van, ez itt van Görgei egyébként az 50-es években, ezt a durcás arcot nézik, ő a lánya Berta, de az ő arca se semmi. Nem éppen egy vidám jelenségnek tűnik az 1850-es években Görgei, és nem is volt az. Végtelenül cinikus, ez egyébként az egész életében jellemző, nagyon cinikus. Az emlékiratait, amit írtak, ugye Életem és működésem címmel jelenik meg. Egyébként nem mindenki tartotta árulónak, csak hogy egy jelen verset is mondja. Ezt a előbb látott Görgei Bertának írta Arany János. Ilyen mesemesen itt találtam a világban járvány. Szép igóját villámzúzt az dércek cserfa árnyán. Oroszlának felszakított keveléből mézet, így elegyít előbbájjal az anya természet. Arany János azért tudott írni, lássuk be. És a dércek cserfa árnyán egyébként tényleg előbbájjal Görgei Berta később. Csak hogy nézzük, hogy azért neki lánya és fia is volt, Görgei Kornél volt a fia, ő később született. Ő miatta nem tudott öngyilkos lenni, legalábbis erre fogja. Terapiával. Így néz ki Görgei az 50-es években, egy kicsit több haja van, mint általában. A Görgei katonatisztként nagyon gyakran rövidre vágta a haját. A 48-49 szabadságban a végig szinte kopasz. Ez a Mein Leben und Wirken in Ungarn. Ez az életem és működésem. 1852-ben jelenik meg Lipcsében. Maga a mű is nagyon érdekesen készül, Görgei megírja a művet, mindenkit támad benne. Ugye az ember azt gondolná, hogy ha gyárulóról van szó, akkor kimérni fogja az osztrákokat. Hát ebben az osztrákok iránt aztán semmi kimélet nincsen. Windischgrätzet hát egész egyszerűen nevetségesnek tartja, amit hadvezért azt mondta, hogy meg lehetett engedni ellene azokat a hibákat is, amiket elkövettünk. Az osztrák császár Ferenc Józsefet se nagyon kíméliben, azt is el kell mondani. Kossuthot abszolút nem, minden vezértársára, szinte mindenkiről
keményen leváltja a leplet, legalábbis ahogy ő gondolja. Nagyon érdekes a mű, nagyon kevés dokumentum van Görgénynél. Azt írja a mű elejébe, hogy azért nem gyűjtött össze dokumentumokat a szabadságharcról, sőt, ami volt az utolsó pillanatok a Visegrádon, hogy a Világosnál elajándékozta a különböző embereknek, mert nem gondolta, hogy túléli. 1851-50, mikor dolgozott az emlékiraton, gyakorlatilag semmi nem volt a kezénél. Semmi okirat, semmi dokumentum, sem a csapatok mozgásán, gyakorlatilag az emlékeiből kellett megírni az egészet. Ehhez képest hihetetlenül pontos. Nagyon egy-kettő dokumentumot sikerült csak megmenteni, ami azt írja, hogy véletlenül nála van, csak azok vannak nála. Később egyébként ezért Görgény Istvánnak rengeteg dolgot is kellett, ahol mondtam, visszaszerezni. Az életem és működésemben a másik érdekes, hogy nagyon vigyázott rá, hogy senkit se kompromittáljon a magyar tisztek közül. A nevek azok gyakorlatilag nem szerepelnek benne, csak azok, akik már biztonságban vannak, vagy emigrációban, vagy meghaltak. Hát egyébként akik értek és fogságban voltak, vagy osztrák kézen voltak, vagy Magyarországon bujkáltak, vagy Magyarországon legálisan élhettek, mert nem tudták, hogy részt vettek benne, azokat egész egyszer kihagyta a nyombölcsön. Remek kötet. Ha valaki meg akarja menni az antikváriumban néhány, 1-2000 forinton belül van, kiváló mű. 1852-ben jelenik meg, úgysem pészik ki Klagenfurtból a kéziratát, elviszik Lipcsébe, mert ugye a hazug területen nyilvánvalóan nem lehet kiadni. Ugye elviszik Németországba, ott adják ki. Gyakorlatilag az osztrákok azonnal az egész készletet felvásárolják és bezúzzák. Nagyon kevés marad, nagyon kevesen olvassák emiatt. Magyarországon gyakorlatilag senki. Nincs hatása. Görgény István 1911-ben fordítatja le magyarra. Majdnem 60 évvel a kiadása után, és senkit nem érdekelt 60 éven keresztül Görgény emlékirata Magyarországon, hogy lefordítsa magyarra. Ez is jelent valamit. Görgény István aztán lefordítatja, nagyon szerényen bemegy az egyikbe, és úgy adja oda a kiadónak, ami majd kiadja, hogy hát nem azért, hogy magát akarja reklámozni, mert ő fordítja le, de talán valakit mégiscsak érdekel 48-49 kapcsán a fővezérnek az emlékirata. És végül kiadják 1911-ben. Ez a 11-es kiadás, ez egy 86-os, ezt lehet manapság kapni, ezt is lehet, csak jó sok pénzet. Úgyhogy ez az életem és működésem Magyarországon, két kötet egyébként. Tápióvicskén egy szabad félbe, és ott folytatódik. A másik, amit mondtam, az Görgény Istvánnak a műve. Ez is nagyon fontos. Kezdjük azonban most már ténylegesen Görgénytel, hiszen eddig inkább a régi időket elevenítettük föl, az, hogy hogyan érte meg a 49 utáni eseményeket, most kezdjük a 48-49-es. Hogy állunk időben? Szuper, fél órát szálltam rá, nagyjából stimmel. Ez az érdekes része, de azért el kell mondani, hogy igen, fokhiasan fogjuk az eseményeket venni két okból. Az egyik ok az, hogy nincs idő. A másik ok, ami érdekesebb számomra, az, hogy jövőre tervezem a tavaszi hadjáratot és a nyári hadjáratot is végig venni, és akkor kifejezetten a katonai részekkel fogok foglalkozni. Ma is természetesen muszáj itt ott említeni, de nem ez lesz a lényeg, hanem azokra a pontokra helyeztem a hangsúlyt, ahol az árulás vágya megnyilvánult, azokat, ahol azt mondták el, hogy ezen és ezen és ezen a ponton látszott, hogy árulok. És ezeket próbáljuk megnézni, hogy ténylegesen mi történt akkor. A toporcia. Ugye a Görgény családnak ez volt régen a kastélya, a toporcnál Szepességben. 13. század óta ott élnek a görgeiek, a 20. századig, ma így néz ki. Ugye azért jó, hogy nem a mi kezünkön van, hiszen így a fejlett nyugatiak és a kifinomult szlovákok nyilvánvalóan sokkal jobban gondját viselik a kastélynak. Hát most az irónia volt. Na ott sajnos így néz ki jelenleg a görgeieknek a kastélya. Kritikán amúgy az állapot a pusztulás stádiumában van. Ez 2005-ös kép, hát nem tudom, hogy azóta fejlődött, de nem hiszem. Minden esetre egy nagyon régi családról van szó, végig szolgálják a magyar történelmet kisebb-nagyobb posztokban. Rága. Görgény az érdekesség, hogy ez nem annyira szokás tudni, bár hála az égnek azért most már elég közismert, hogy ő komoly kémikus volt. Ugye, annak idején az apja a kívánságára, érdekes egyébként Görgény véleménye az apjáról, aki egyébként elverte a vagyonát a családjának, azt mondta az idős korában, azt hiszem, hogy Móricznak, hogy az apám az egy lump volt, az anyját viszont nagyon szerette, de minden esetre az édesapja, egyébként érdekes, hogy
az édesapja az polgárlányt, egy 100 polgárlányt vett el, ezért a nagyapja ki is tagadta a Görgeinek ezt a familiáját, ezt az ágát, és ennek ellenére egy nagyon szigorú nevelést kapott Görgei Artúr. Az apja kívánságára katonatiszt lett, először túli utásziskolában volt. Az utászok ugye azok a műszaki csapatok a háborúban, akiknek hidat kell verni, utakat kell építeni, tehát ez egy jó iskola volt 48-49-re, később sokat használta ezt a tapasztalatot. A túli utásziskola után a Magyar Nemesi Testőrségnek volt a tagja. A Magyar Nemesi Testőrség egy Bécsbe szolgált, a császár környékén kiváló oktatási intézménynek is számított, illetve az ember megtanulta az udvari kultúrát, jelentős kapcsolatokat tudott kiépíteni, tehát ez is egy nagyon pozitív dolog volt. Az, hogy a 48-ban felhívják a figyelmét Batthyány Görgeire, az mindennek kapcsolat, tehát ennek a kapcsolatnak köszönhető. Ezután a Váza 60. számú gyalogezredbe szolgál, tehát a gyalogsággal is megismerkedik a műszakiak mellett. Majd az utolsó katonai helyszín, ahol szolgált, az pedig a Nádor huszárezred, tehát a lovassággal is megismerkedik. Egyedül a tüzérséggel kapcsolatban nincsenek tapasztalatai 48 előtt. Ez mutatja, hogy azért elég univerzális képességei voltak, és univerzális látásmódja volt. Ez is olyan katonatiszt volt 48-49-ben, aki ebből a szempontból ilyen tapasztalt lett volna, hogy minden egyes haderő nemhez volt valami kapcsolata. De nem szerette a katonaságot. Annak ellenére kiváló volt. Minden egyes olyan visszaemlékezés, ami az ő pályafutására emlékezik ebből az időszakban, leírják, hogy kiváló katonatiszt volt. Hangyaszorgalmú volt, mindent pedánsan teljesített, de nem érezte jól magát, mert nem látott előrelépési lehetőséget. Ugye ezt majd 48 hozzá. Úgyhogy elment, és a másik hobbiának, vagy hát igazából addig hobbiának szentelte az életét ezután, elment vegyésznek Prágába az egyetemre. Ehhez a Rentenbacher nevezető egyetemi tanárhoz, aki fogadta Görgeit, és a legjobb tanítványának tartotta. Görgei a kókuszolajokkal foglalkozott, kókuszolajoknak a felbontásával mulatta az idejét 3 éven keresztül. Érdekes, hogy pont 48-ban jelenik meg az első tanulmánya, ami a kókuszolajoknak a felbontásáról szól, hogy milyen alkotó részei vannak a kókuszolajnak, és akkor kapja meg majd az ezért járó jutalmat, amikor már hadifogságban van Wittringben. 48-ban megjelenik a nyarán, akkor már éppen a magyar hadseregért próbál tenni dolgokat. És itt ismerkedik meg a feleségével is. Egyébként, aki egy francia származású társalkodó nő, Uboán Adél. Nagyon érdekes az ő kapcsolatuk is. Később Görgei idős korában azt mondja, hogy ez csak egy fellángolás volt. Tudjuk, hogy a hölgyek eléggé rajongtak Görgeiért 48-49-ben, hogy ez most a hatalom okán, vagy azért, mert egy nagyon megnyerő személyiség volt, ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, illetve majd amikor Leiningert fogok idézni, akkor erre Leiningen véleményét is meghalljuk. Hát, hogy egyébként milyen komoly munkásságról van szó, laurinsavak, kaprinsavak, úgyse fogjuk elolvasni. Szóval tényleg komoly munka volt, és elég sokat hivatkoztak rá a későbbiekben, még az 1920-30-as években is olyan eredmény volt ez, amire hivatkoztak tanulmányokban. Kiváló vegyész lett volna valószínűleg, hogyha nincs a szabadságharc, és előtte nem megy már haza Magyarországra. Egyébként a szabadságharc idején is mindig, amikor Kossuth mondta neki, Kossuth ugye sokszor ajánlott neki egyébként elég komoly dolgokat, például a Gödöllői kastélyt. Görgei azt mondta, hogy nem. Hagyjanak nekem majd egy egyetemi tanszéket, hogyha vége ennek az egésznek. Sohasem lett belőle egyetemi tanár természetesen. Minden eseteit lehet látni. Itt a címe, ami 1848-ban megjelenik a tanulmányának. Salamandes Augustus. Na, szóval Görgei, Artúr Görgei Ausztoporci Kultúrgárnyi. Görgei Artúrban van szó. Megjelenik, ő már ezt nem tudja olvasni, mert akkor már bizony a háború közepe lassan eléri az országot, a háborús állapot. De nagyon érdekes, amit idős korában mondott, én katonai sikereimnek legnagyobb részét a kémiai tanulmányaimnak a búvárkodásra révén szerzett értelmi fegyelmezettségemnek köszönöm. Kémiai tanulmányaim közben tanultam meg, hogy azt a puszta okoskodásaiban, sőt megfigyeléseiben is mi sokféleképpen csalódhatik az ember a valóság felől, de egyúttal azt is megtanultam, miféle módon lehet csalódásait sikeresen ellenőrizni, így a valóság felismeréséhez biztosan eljutni. Nagyon érdekes egyébként például, hogy a Zicsi esetben, amikor Zicsi Jenő felakasztatja árulás címén
A visszaemlékezésében, az életem és működésemben leli, ahogy milyen okoskodás kapcsán jött rá arra, hogy bizonyzicsi áruló volt, és hogy akár amivel védekezett, az miért nem lehetett igaz. Tényleg, mint egy ilyen poárnóféle gondolatmenet, aki végig gondolja, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor kisakkozta bizony, hogy ez nem lehetett, amit állítzicsi, hogy véletlenül becsomagolta a szolgálja ezeket a lapokat, amiket Jelasics küldött a Rót hadtestnek. Ez már ebben sem fogunk belemenni részletesen. Nincs rá lehetőség. Minden esetre tényleg ezt a precíz gondolkodásmódját ezt végig használta, végig megpróbálta kisakkozni, hogy ha ezt teszem, akkor mi a következő lépés, mit fog az ellenfél lépni, mit lehet utána csinálni. Nagyon érdekes ez a gondolkodásmód, és hát ő ezt állította, hogy ennek köszönhette tulajdonképpen a sikereit. Eljön 48-49, ami a Szepességben írja egyébként Görgei, ekkor az egyik rokonának, nagynényének a birtokát igazgatja, nem igazán fekszik neki ez a munka, amikor hallja, hogy a hadseregnek szüksége van emberekre, akik tapasztaltak a katonaság intézményébe, akkor bizony, hát a feleségének először azt írja, hogy biztos nem fogok beállni, de beállt természetesen, nem tudott nemet mondani, ráadásul elég szép fizetést ígértek ehhez, tehát ahhoz is jó volt, hogy az ember megélhet és biztosítsa. Ínyesti Görgei, ez az, amiről mondtam, hogy egy daguerrotépiáról készült ez a rajz, tehát valahol 48-49-ben így nézett ki, elég rövidre vágott hajjal, gyér, szakállal és bajusszal, valahogy és a szemén itt is látszik ez a komolyság és komolyság, ami végig jellemző volt rá. Leningen Westerburg Károly, az egyik legfőbb híve volt egyébként Görgeinek végig, és ezt őrizte egészen a haláláig Leningen. Őről azt kell tudni, hogy ő nem volt magyar. Hát ez mondjuk elég egyértelmű, az aradi vietnamok többsége nem volt az, ez is elég közismert. Német volt, és a felesége viszont magyar volt, ugye, hogy mit hoz ki egy hölgy a férjből, az is sokat számít. És most Leningent fogom idézni, a felesége egyébként Sisányi Erzsébet volt, hát ő a hölgy. És hogy hogyan nyilatkozott Leiningen, amikor először találkozott Görgeivel 1849. március 26-án. Hosszú lesz az idézet, de én azt hiszem, hogy mindenképpen érdemes elolvasni, mert mégis, hogyha benyomást akarunk kapni egy emberről, valaki szemtanúnak az első benyomása az nagyon érdekes. Ráadásul Leiningen ezt már akkor írja le ezt, amikor fogságban van, de még nem. Az úgy nyilvánvalóan nem akkor itt, amikor már kivégezték. Tehát mielőtt kivégezték, azelőtt írta éppen, és nem is tudta befejezni ezt az egész naplót egyébként, amit vezetett. Volt neki egy rendes naplója, és az alapján később a feleségének megírta az eseményeket, és azt elküldte neki. Azt mondja, március 26-a mélyen beleszvésre emlékezetem be egész életemben. E nap döntött sorsom fölött, hogy szerencsétlenségembe vezetett, Isten akarata volt, nem lehetett másképp, mégis hálás vagyok a sorsomnak e napért. Ekkor ismertem meg egy férfiút, a szó igaz értelmében, akinek egész barátságomat, életemet szenteltem, aki forrón és híven viszonozta ragaszkodásomat. De hadd beszéljem el a dolgot. Poroszlón voltam beszállásolva a helység legszélén Schulz-Örmaggyal az első hadtestből. És nem sokkal megérkezésem után az ablaknál álltam, midőn egyszerre két ilyen szeret meg az udvarban, és leszállt lováról, én kísérettem, és mivel ismeretlenek voltak, az egyiknek megkérdeztem a nevét. Én Görgei vagyok, volt a válasz. Oly kevéssé voltam felkészülve Magyarország legnagyobb emberének látására, azért Leiningen elég komoly véleménye volt Görgeiben, hogy még egyszer megkérdeztem a nevét, és ugyanazt a rövid választ kaptam. Erre én is megneveztem magam, és miután a lovakat átadtam embereimnek, mindkettőt a szobámba vezettem. A másik Mike Körmány volt, szelíd jó ember, egy erős katona, akkor Görgei segédtisztje, a világosi fegyverletétel után az orosz fogságban meghalt kollégában. Nem tudom, ismered-e Görgeit, ezt a feleségének mondja, ezért leírom a külsejét. Középmagas, erős zömök alkatú teste, mint egy teremtve van a legnagyobb fájdalmak elviselésére. A testgyakorlat, kitűnő lovas és vívó, alakjának megadta azt a hajlékonyságot, mely minden mozdulatát egyensúlyba tartja. Tartása egyenes és férfias, és mégsem feszes. Arca szép, legalábbis én nekem az, és gyakran láttam, hogy a nők kedvelik. Hogy szépsége vagy lelkis tulajdonságai miatt, ezt nem kutatom. Képzelj egy hosszúkás arcot, magas nemes homlokkal, kék szemet, tele mély komolysággal, és mégis néha vidám, sőt gúnyos tekintettel,
mely engem épp úgy, mint szépen megzett szája Viktorinra emlékeztetett, ő a testvére, Lengingelnek, mi nem kevésre járult ahhoz hozzá, hogy megjelenésében kellemes legyen. Bajusza és szakálla nem igen erős, és mint a haja is, rövid, áll a beretválva. Arcának viruló, szinte egészségről és kis életkedőről tesz tanúságot. Íme itt a képe. Nem tudom pontosan, hogy mi emlékeztet benne Viktorra, mégis, ha oldalvást nézem, olyankor, amikor valami vidám gondolat foglalkoztatta, és magában mosolygott, sokszor azt hittem, hogy kedves öcsém áll mellettem. Szemüveget hord, de nem mindig, és tubálkol. Már görgény. Egyébként tényleg szemüveges volt, görgénynek a kardja is fennmaradt, még a kardjában is volt egy nagyító üveg, hogyha valami parancsot el kell olvasni, akkor ott volt nála egy ilyen nagyító kis lengyel. Ez a tubálkolás gyakran nagy segítségére volt, ha fontos tárgyalásokon a közömböst játszotta. Senki nem tudott nyugodtabban és egykedvűbben szippantani, mint ő, és gyakran láttam, hogy ez a kicsiség eszes és bátor embereket kihoz a sodrukból. Mert éppen a szippantás alatt szemének átható pillantása a szónokon nyugodott, és ez az erős pillantás oly éles volt, hogy legtöbben megérezték, mennyire rendíthetetlen jellemű és nagy tehetségű ember áll előttük. És mégis mi kevéssé fitoktatta szellemének fennkölt tulajdonságait a társas életben. Gondtalanul, sőt könnyelműen engedte át magát az élet örömeinek. Szelleme ilyenkor ezer hercben sziporkázott, de még azok sem érezték magukat megsértve, akiket megcsükkedett, hanem együtt nevettek velünk. Ritkán, de mégis nagyon világosan, mély keserűség nyilván a szólásaiban és szavaiban, mely azonban nem annyira természetéből gyökerezett, hanem tapasztalataiból eredt, de ami azért senkit sem sértett. Bár nem volt szószékre való szólók, mégis kevés embernek állott annyira rendelkezésére a világos, éles beszéd, mint neki. Logikus érességgel tudta az ügyfő mozzanatait kiemelni, sohasem ismételte magát, sohasem hagyott hézagot. Mély gondolkodó volt, és amint lassan beszélt, érezte az ember, hogy minden szavát megfontolta. Nem lelkesített, nem ragadott magával, de meggyőzött. Ezért szavai nem is hatottak olyan gyorsan, mint a jobb szónokok szép frázisai. Gondolatok voltak, és nem szavak. Nagyon szerencsés volt a legénységhez intézett rövid nyers beszédében. A legválságosabb pillanatokban, a legnagyobb fájdalmak közt megjelenése fölvihanyzott mindenkit. A katonák imádták, különösen a harmadik hadtest, Damjanics hadtestet. Hol ez a ragaszkodás balsósokat is túlélte, és a végső búcsúvételnél szőlősen is megható módon nyilvánult meg. Erre majd visszatérjük, hogy hogyan búcsúztak Damjanics katonák görgeitől. Ha lehetett, mindig németül beszélt, mert folyékonyabban tudott ezzel beszélni, mint anyanyelvén. Ezt egyébként nagyon sokszor leírja Görgei is a leveleiben, hogy nem jól beszéli a magyart. Ha valaki elolvassa a korabeli levelezését, nem nagyon fogja ezt érteni, hogy miért mondja, de kiváló a magyarja egyébként. Tehát nagyon, nagyon szépen és logikusan írott. És kétségkel nem egy kossuthi magasságokba szónokol, meg ír, de kiválóak a levelei egyébként. Abszolút a mai világban bőven jó lenne, maradjunk annyiból. Életmódjában józan és mértékletes volt, de azért nem vetette meg az élvezeteket. Bár nehéz forrón és mélyen szerette, mégis talán némileg folyékony volt a szép nem iránt, bája iránt, de ki ne lett volna így az ő helyzetében. A nők hódoltak már tulajdonságainak, és ezt a hódolatot könnyen átvitték személyére, és hiába mi férfiak bizonyok sokig, sőt gyakran azon túl is gyöngék vagyunk az asszonyokkal szemben. De egy nő sem dicsekedhetik azzal, hogy csak egy hajszárnyira is eltérítette a becsület és a meggyőződés útjára. Ehhez járult még, hogy 33 éves, valójában még annyi sem volt, csak 31, 1849-ben. Nagyon fiatal tábornokra van szó, 31 évesen tábornok, és az egész sorsa az ő kezében az országon. Legszebb férfi korban volt, valamint dicsősége és szeretete méltóság elég a mentségére. Rám nézve gyakran kellemetlen volt az a hibája, hogy rosszabbnak tettette magát, mint amilyen. Én tényleg jellemző volt rá. Ez nála nem gyerekes hiúságból eredt, nem dicséretet várt érte, hanem pozitív jelleme föllázott a benne élő gyöngédebb érzelmek ellen, és így gyakran gúny tárgyává tette azt, amit a lelke mélyén igaznak és Istennek tartott. Szívesen beszélt feleségéről, akit nagyon szeretett, de mihelyt észrevette, hogy szíve ellágyult, elűzte a szép képeket, gyakran igen rosszul alkalmazott tércelődéssel. Senki sem volt jobban áthatva Isten lététől, senki sem tisztelte őt rajongóban szép műveiben, mint ő a természetet mindenek, mint ő. A természetet mindenek fölött kedvelte, ékes szólóan írta le nekem szép honát Szepest, és mégis, ha elragadta a képzelet,
és szíve dagadt a lelkesedéstől, egyszer csak eltéfelt az Istent és a halhatatlanságot, és kinyugodt, kigúnyolt a maga látságát. Azt hiszem, hogy ebből egyelőre elég. Igen, még ezt a részt, hogy mit becsült Görgei a Leningenben. Leningen nem volt magyar, mondta. Nem volt Kossuth párti. Nem akart független Magyarországot, ő azt akarta, hogy Magyarország elérje a 48, megmaradjon a 48-as alapokon Leningen. És azt mondja, a beszélgetésünk során először találkoztak. Megkérdezte tőlem Görgei, mi az oka, hogy én a magyar részen vagyok. Őszintén megmondtam neki, hogy nem a lelkesedés vezetett ide, hanem a körülmények. És nem akartam elhagyni az ügyet, mikor éppen rosszul állt. Ugye ez a 19. századi, ugye esküdtett a magyar alkotmányra, mert megparancsolta az osztrák császár és magyar király. Majd utána persze megparancsolta azt is, hogy álljanak át hozzájuk, de az első ezt az esküt letette, és Leningen végigment azon az úton, amit ez az eskü parancsolt. Azt mondja Görgei, őszintén megmondtam neki, hogy nem a lelkesedés vezetett ide, hanem a körülmények, és nem akartam elhagyni az ügyet, mikor éppen rosszul állt. Megszorította a kezemet, és így szólt. Jobb, mintha egyike volna a rajongóinknak. Ön kitelt majd az utolsó pillanatig, mert önnél a cselekvés érett megfontolásnak, sőt, erkölcsi érzületnek a következménye. A rajongók kihűlnek, és a válságos pillanatban cserben hagyják az embert. Különben már jobbára tudott afelől, amit eddig tettem. Ez mutatja, hogy Görgei mi az, amit értékel. Tényleg nem volt ez a rajongó típus. Nem szerette azokat, akik hirtelen lelkesednek, hanem azokat, akik együtt mellett egyszer leteszik a voksot, és azon az úton végig mennek. Görgei mindig ezt csinálta. Nehezen hozott meg egy döntést, de ha meghozott egy döntést, és úgy érezte, hogy az a helyes, azon kell végig menni. Amikor meghozta azt a döntést, hogy nem engedelmeskedik Kossuthnak, mondjuk teszem azt, akkor ő tényleg úgy gondolta, hogy ez a helyes. Aztán látta, hogy ebből belháború lehet, és meghajolt Kossuth előtt. Mindig meghajolt Kossuth előtt. Ellentétben Bemmel, aki egyfolytában felmondta a szolgálatot a magyar ügynek. Bemmel egész egyszerűen negligálta a parancsokat. Mikor mondták neki, hogy csatlakozzon a fősereghez, jöjjön Komáromhoz, Bemmel visszament Erdélybe. Kossuth végül mindig engedett Kossuthnak, vagy Görgei mindig engedett végül Kossuthnak. Amikor meghozta azt is, hogy... levelet nem tudom, hogy felolvasom-e. Mindegy, van egy levél is, ezt még a győri csata után, június 27-e után írta, 28-án írta, ha jól emlékszem pontosan. Kossuthnak azt mondta, Kossuth, akkor már visszatérünk rá. Nem megyünk előre. Így ennyire az időben. Az első igazi konfliktus az Vácon zajlott le. 1848-ban ugye megvan a Sveháti csata, a Sveháti csatát a magyarok elveszítik. Kossuth egyébként, hogy hogyan kell Görgei a hadsereghez oda, a Sveháti előtt már, az nagyon egyszerű. Kossuth úgy érzi, hogy Görgei az a személy, aki alkalmas tehet a hadsereg vezetésére. Az igaz, amit a Vidüli levélben emel, hogy ő emelte fel Görgeit a semmiből, némi átfedéssel, ugyanis az előtte már mégiscsak olyan nagy volt és önálló csapatparancsnok, de Kossuth nevezi ki Móga mellé a Sveháti hadjárat idején. Pont azért küldi Görgeit oda, hogy ellenőrizze Mógát, hogy megbízható-e. Kossuth minden tábornoktól fél, hogy ellen fog fordulni. Mógától fél, hogy elárulja, Perceltől is fél majd. Egyébként azoktól nem fél, akik nem magyarok. Bemtől, Dembinszkitől, két lengyeltől. Azért hozza Dembinszkit ide, hogy nem magyar kelljen kinevezni. Azt gondolja, hogy egy olyannak, akinek itt igazából nincsen pozíciója, biztos nem fog ellene pártot alakítani, biztos nem fog ellene fellépni. És ebben természetesen igaza is van. De Görgeitől rettegett egy idő után már. Először azonban elég jó a kapcsolatot. Görgei és Kossuth ugye 48. októberétől decemberig nagyon harmonikusan együttműködnek. Görgei úgy vezet egy hadsereget október 30-a után, hogy néhány hónappal előtte őnek a legmagasabb posztja az főhadnagy volt. Egy-két hónap alatt főhadnagyi bukott, kilépett főhadnagyból a magyar hadsereg tábornoka lesz. Néhány hónap alatt semmi katonai és hadvezetési tapasztalattal. Az összes tapasztalata az, amit a korábbi fiatalkori katonai élményei adnak. De neki is tanulnia kell a szakmát. Igazából Görgei akkor lesz kiváló hadvezér, amikor az egésznek vége, 49 nyarán már tényleg a legjobbat nyújtja, és minden egyes intézkedése katonailag megállta a helyét. Azonban 48. december 16-án megindul az osztrák támadás,
nyomják vissza a magyar honvédsereget a határtól, Pozsonyt fel kell adni Görgei, bevonul Győrbe, Győr tartja, Kossuth azt kéri Görgeitől tartsa Győrt 10 napig. Pont 10 napig sikerült tartani Győrt, elkezdenek visszavonulni a magyar csapatok, Kossuth egyfolytában követeli, hogy teljesen abszurd a Kossuthnak a kívánságai. Azt mondja, hogy vállaljon csatát az osztrákokkal, de úgy, hogy ha lehet győzzön, oké, ez érthető, de ha nem lehet, akkor úgy vállaljon csatát, hogy sikerüljön visszavonulni. Egy csata azért mindig kétesélyes. Azért ezt nem úgy dönti el az ember, hogy visszavonulok-e vagy sem, vagy sikerül-e megnyitnom az ellenfél elől vagy sem, hanem azért az ellenfél is ott van a saktáblán, azért talán az ő lépése is számítanak. A legviccesebb az, amikor Kossuth azt mondja, hogy Budapest előtt vállaljon Görgei csatát, ha veszítene, akkor vonja vissza a csapatokat a Dunán túl, tehát a Dunatisza közére, Budapesten keresztül, úgy vállaljon csatát Pest előtt, hogy a fővárost viszont ne kockáztassa, és a város se pusztuljon el, de sikerüljön vissza is vonulni, hogyha van. Tehát ezek olyan szabályok, ráadásul olyanokat is ad, hogy egyszerre több pontot védjen, majd a következő levélbe közli, hogy miért nem összpontosította a csapatokat. Kossuth egyébként katonailag tényleg analfabéta ebben az időszakban. A parancsai szögesen ellentmondanak mindennek, amit az egyik nap mond, a következő nap más mond. Ugye a legjobb evidens példa az az, hogy Görgei eldöntötte, hogy nem engedelmeskedik ennek a parancsnak, nem hagyja végre, nem fog csatát vállalni, mert a hadseregnek a kára lesz, el fog pusztulni a hadsereg. És amíg hadsereg van, addig az ország is élne. Ha hadsereg nincs, akkor vége az országnak, hiába van még a kezünkön éppen Pest akkor. A hadsereg számít ekkor. Görgei úgy dönt, hogy megmenti. Ugye a Kossuth parancsot ad a másik vezérnek is, Perczel Mórnak. Perczel Mór nagyon érdekes a történet, ha valaki nem hallotta volna, bár lehet, hogy már hallotta. Perczel Mór csatát veszít Mórnál. Ugye annak idején állítólag a fiatal korában egy cigány azt mondja, megjósolta neki, hogy Perczel Mór maga őrizkedjen a saját nevétől. Ugye Mórnál veszít majd csatát Perczel Mór. Kossuth parancsán. Kossuth ugyanis egy olyan levelet írt Perczelnek, aki személyes barátja, hogy valami győzelmecskét édes Móricom. És ellentétben Görgeivel, aki nem hagyja végre ezt a öngyilkos küldetést, Perczel megfordul, szembeszáll az osztrákokkal, és megszünteti a hadtestét, és teljesen tönkre megy Mórnál. Egyébként jellemző, hogy Kossuth mennyire nem volt képbe azzal, hogy mi a helyzet. Kossuth azt írja, hogy Görgeinek, hogy vonjon össze magának 30 ezer embert, és menjen át támadásba. Görgeinek 16 ezer ember van. És azt írja, mert akkor biztos a siker, mert az ellenfélnek is 30 ezer van. 60 ezer volt. De teljesen abszurd volt a hírszerzés. Ott volt a hírszerzés, Kossuth... Nem tudok jobban fogalmazni, nagy marhaságokat beszélt időnként. És Görgei nem engedelmeskedik ennek a parancsnak, visszavonul, Kossuth megijed, kiürítik a fővárost, az is érdekes Kossuth viselkedése, mert egész eddig az újságokban mindig azt jelentette meg, hogy mi majd a fővárosunk romjai közé fogunk temetkezni. Nem megy el a kormány, soha se hagyjuk el a fővárost. És elhagyta. Amikor a hadsereg elkezdett jönni Pest felé, és Görgei találkozni akart Kossuthtal, meg a többi vezető, azt kapják hírként, hogy már nincs itt a kormány. Elvonultak Debrecenben. Egyébként Görgei korábban javasolta Kossuthnak ezt, hogy menjenek el, hagyják el a fővárost, mert katonailag Budapest tarthatatlan. Menjenek a Tisza mögé. Ugye nyugat felől a Tisza gyakorlatilag egy védősávot alkot, hogyha valaki Debrecenben van. Budán és Pest között viszont ekkoriban nincs ilyen védősánc, egyrészt azért, mert Komáromtól éjszakra is jönnek az osztrák seregek, tehát onnan is be lehet vonulni, másrészt azért, mert Buda és Pest között ekkor már van egy híd, a Lánchíd. Még hogyha nem is működik ekkor teljesen, pallók már le vannak fektetve és azon át lehet menni. Görgei kétségbeesésében még egyébként ott is mondott, hogy pusztítsuk el a Lánchidat többször. Tehát ez is benne volt a pakliba időnként. Mindegy. Szóval Vászor, amikor elér Görgei Pesthez és látja, hogy a kormány nincs ott, egy katonai gyűlés van, új haditervet határoznak meg, Görgei javaslatára, Görgei észak felé egy elterelő hadműveletet vezet, ez a téli hadjárat kezdete. Jól hajtja végre, a katonák még tapasztalatlanok, frissek, újoncok sokan. Ennek ellenére kisebb koccanások árán ez végrehajtódik ez az egész hadművelet. Váci kiadja a Váci kiáltványt, amire Kossuthéknak haragszanak. A Váci kiáltvány lényege az volt, amiben azt mondta, hogy semmilyen köztársasági és forradalmi mozgalomnak mat a hadsereg nem fog támogatni Magyarországon, hanem a 48-as alapon áll, a 48-as április 11-i törvényeket tartja igaznak, hogyha valaki Budapesten, vagy később Debrecenben ugye,
megpróbálnak köztársaságot kikiáltani, ne számítson a hadseregre, mert ők a királyhoz hülyek. Ennek az volt az értelme, hogy Kossuth vagy a Görgei egyébként nem volt egy fanatikus hazópárti, sőt nem szerette az osztrákokat. Ennek ellenére ő ezt kiadta ezt a nyilatkozatot azért, mert a hadsereg tisztikarját olyanok alkották, akik korábban a királyra tették le az esélyt. Így is elkezdett szétesni a hadsereg. Gyakorlatilag az összes dandárparancsnok az mind elment betegszabadságra, elhagyta a hadsereget, átállt az ellenfélhez. Nagyon nagy volt a lemorzsolódás. Jött egy zászlóalj fel Győrbe, még amikor Győrnél volt a visszavonulás során Görgei, volt olyan zászló, aminek 22 tisztja mondott le. Az egész alakulatnak a vezetőségének sem. Tehát óriásiak voltak ezek a lemorzsolódások. Tényleg azzal fenyegetett, hogy ez a hadsereg szét fog esni. Görgei ezért mondja ezt ki, hogy lássák a katonák, hogy miért küzdenek. Ők 48-ért nem fogják az esküjüket megszegni. Ez egyébként egy fedezet is, hogyha belegondolunk, hogyha mégis elveszítjük a háborút. A nyugodtan lehet arra hivatkozni, hogy ők azt az esküt tartják igaznak, amit letettek 5. Ferdinándra. Ugye eddig a 5. Ferdinándot eltávolítják Ausztriába, és előjön Ferenc József december 2-án. De Magyar Görgei nem fogadja el Ferenc Józsefet természetesen, ahogy senki sem Magyarországon akkor, és azt mondja, hogy ők 5. Ferdinándért harcolnak a jövőben, és a magyar alkotmányért, amit törvényesnek tart. Görgei világosan elmondja a Váci kiáltványban, hogy ügyünket igaznak tartom. Ennek ellenére Kossuth és az országgyűlés jelentős része megkökkel ezen a nyilatkozaton, hogy hát ez felmondta a szolgálat, hogy felmondta a hűséget a kormánynak. Valóban ez nincs benne. Azon be, hogy ők a törvényes magyar hadügyminisztertől fogadnak el parancsot, és azt teljesítik. Egyébként Vinnis Götz is félreérti az egészet, ő is küld egy parlamentet Görgeihez, hogy tegye le a fegyvert Görgeit. És akkor Görgei meg fogja a Váci kiáltványt, odaadja, hogy ez a válaszunk rá, hogy mi ezért küzdünk. És egyébként nem fogadja nem fogadja a tisztet, nem hallgatja még igazából javaslatokat. Holott egyébként Vinnis Götz felajánlja neki, hogy biztonságban egy birtokot kap majd Ausztria. Görgei elutasítja egyértelműen. De Kossuth ezért haragszik meg először Görgeire a Váci kiáltvány miatt. Nincs rá igazából oka. Ha elolvassa valaki a Váci kiáltvány szövegét, hozzáteszem, ez nem azonnal jutott el Kossuth, hanem csak félfülen hallott először híreket róla. Valószínűleg ez is torzíthatta az egészet. És ez volt az első oka annak, hogy meghasonlult a két fő. A következő az volt, hogy Kossuth kinevezi Debinszky helyiket, az egész magyar hadsereg főparancsnokának. Debinszky az 1830-31-es orosz lengyel háború idején végrehajtott egy katonai menetet, aminek az volt a lényeg, hogy sikeresen visszahúzódott Litvániába. Tehát támadó hadművelete nem volt jó, de egyszer sikerült neki visszavonulnia, és úgy gondolja Kossuth, hogy ez elegendő ahhoz, hogy a magyar hadsereg parancsnokságát megkapja Debinszky. Most nevezi. Görgeit egyébként meg is halázza meg az egész hadtestét. Görgeinek eredetileg az volt a hadseregének a neve, hogy Feldunai hadsereg. Később ezt módosították Feldunai hadtestre, majd amikor Debinszkyt kinevezik parancsnoknak, lemódosítják hadosztálynak. Csak hogy érezzük a különbséget hadosztály és hadtest között, ebben az időszakban egy hadtest nagyjából 11-12 ezer fő, Görgei hadserege hadteste 16 ezer, egy hadosztály meg normál esetben 5 ezer. Görgei 16 ezer fős hadosztálya lesz. Míg más parancsnokoknak egy ekkora létszámmal legalább 3 hadosztályok kellene, hogy állni a csapatot. Görgei egyébként egy nagyon érdekes választ ad erre, azt mondja, hogy ugyanolyan egykedéllyel fogadják a katonák ezt a leminősítést, mint ahogy ő fogadja. Egy kicsit cinikus volt, ez egyébként nála egy abszolút nem volt váratlan. Debinszky lesz a hadvezér, és az egyik hibát követi a másik után. Kápolnai csatát úgy vívja meg a magyar hadsereg, hogy a hadsereg jelentős része nem is ér oda a csatába. Darabokra szedik a hadosztályokat, külön szedik a hadtestehez, egy hadtesthez tartozó csapatokat, Debinszky külön-külön az alvezérekkel kommunikál, a hadtest parancsnokokkal. Össze-vissza mászkálnak gyakorlatilag időként a hadtestet, Debinszkynek nincsen futárszolgálata. A parancsokat nem tudja kiküldeni a csapatokhoz időben. Amikor egyszer a Debinszkynek ki kell menni, meghallja, hogy Egerben vannak éppen, és meghallja, hogy elkezdődik a kápolnai csata, mert hallottszik az áldozúgás. Debinszkynek nincs hintója, hogy oda menjen. Nem tud oda menni a frontra, a Görgei kerít egy szekeret, és azon hajtatnak ki. Teljes katasztrófa. Egyébként Debinszky például nem osztotta meg a magyar alparancsnokokkal, hogy mi a haditerve. Sőt, azt mondta állítólag az egyik, amikor már elfogadják a magyar tisztek, egyébként fellázadnak ellen és bezárják, és fegyversőt állítanak Debinszky
szobája elé. Azt mondja Dembinski, hogy ha a sapkám tudná, hogy én mit gondolok, még azt is eltüntetném. Még őnek is árulnám el, hogy mi a haditervel, nem hogy a magyar parancsnokoknak. Ugye egyrészt azért, hogyha belegondolunk, az, ezeket a magyar katonákat sértettem, hogy egy lengyel kérdeznek fölé. Tudjuk, hogy a lengyel-magyar barátság nagyon jó, de azért az, hogy a szabadságharcunkat nem magyar hadvezér vezesse végig, ez sértette sokaknak az önérzetét. Főleg úgy, hogy úgy tűnt, hogy vannak egy egyébként alkalmas parancsnokok. Kineveltük lassan Görgeit, Damjanicsot, Kapkát. Ezek jelentős személyek voltak, kiváló katonai tapasztalattal eddigre már elég nehéz dolgokon mentek keresztül, és a csapatok is ragaszkodtak a saját vezetőikhez. Dembinski nagyon rossz választás volt Kossuthoz, vagy Kossuthtól. A nagyobb baj az, hogy Dembinskit még többször is előveszi Kossuth. Később még egyszer kinevezi parancsnoknak. És Dembinski akkor meg már nem oda viszi a csapatokat, ahova kellene. Arathoz, hogy találkozom Görgeivel 49. augusztusában, hanem Temesvárhoz. És vereséget szenved újból. Kápolnai csata, egy jelenet. A fuldokló. Görgei hogyan hoz meg egy döntést? Görgei esetében, hát ez is egyébként Leningennek a mondataiban maradt fenn. Görgei ugyanis, hogyha elhatározott egy dolgot, mondtam, hogy ezt általában keresztül is vitte. Görgei, hogy erről mit mondott annak idején Leningennek, hogy miért vállalta el a hadsereg vezetését, és a Dembinski elleni mondjuk a lázadást. Azt mondja. Ezt mondta Görgei Leningennek. Ilyen pillanatokban, tehát én kritikus helyzetekben, úgy érzem, olyan vagyok, mint az a flegmatikus ember, aki egy hidon állva látja, hogy valaki a vízbe esett. Egy-két heves élő ember utána ugrik, és én nyugodtan nézem, hogy meg tudják-e menteni. Ha igen, jól van. Ha nem, megpróbálom én. És megfeszítem minden erőmet, hogy kimentsem. Nincs bennem annyi nagyravágyás, hogy előre tolakodjam, de a legnagyobb mértékben megvan bennem az a nagyravágyás, hogy vállaljam, amire másnak nincs bátorsága. Ha más lép föl elszántan, nem keltem volna versenyre vele. Ez Görgei filozófiája. Egyébként ezt többször is tapasztalja, hogy nagyon nem szerette például Vetter. Vetter Antal kiváló katonatiszt volt. Kossuth kétszer felkínálta neki a fővezérséget, amikor rosszul állt a szénája a hadseregbe, és Vetter mind a kétszer elutasított. Görgei elvállalta. Később, amikor elkezdett jól menni a szekély, akkor Vettert hirtelen kinevezték parancsnoknak és elvállalta. Görgeinek ez nem tetszett, és azt hiszem, hogy ez érthető azért. Hát Görgei valahogy mindig így gondolkodott. Csupán gyávaság fogadja el, ha azt nélkül a csapás, mint elkerülni még hatalma van, de végzetnek örökös betűit nyugodtan nézi, és nem zúgolódik. Görgei ez volt. Menj bőle a pokolba, április 18. A magyar hadsereg ez áprilisban megkezdi a diadalmenetét. Egymás után hadcsatában veri meg az osztrákokat. 60, ott Gáspár András tábornok győz tulajdonképpen. Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Nagycsalló, Komárom. 6 helyen egymás után megölj az osztrák fősereget. Óriási diadal. Tápióbicske. Ez a jelent egyébként nagyon jó, nem tudom, hogy állunk, azért figyelmes kéne. Jó, nem olyan rossz. Ez azért érdekes, mert a szabadságharc két legrosszabb lovassága találkozott a tápióbicskei csatában. Magyar részül a császár huszárok, horvát részül pedig a Jézus Mária huszárok. Őket azért hívták Jézus Máriának a magyarok, mert általában, amikor először találkoztak igazi magyar huszárral, ezek a horvát huszárok, akkor azt kiabálták, hogy Jézus Mária, aztán elfutottak. Nem biztos, hogy ez a történet teljesen fedi a valóságot, de a történet maga jó. Úgyhogy egyébként találkozik a két legrosszabb lovassága a tápióbicskei csatába, és a Jézus Mária huszárok itt futnak a legrosszabb magyar huszárok, a császár huszárok előtt. Ez már Isaszeg. Egyébként a képek maguk is egy olyan történetet mesélnek, ami fantasztikus. Isaszeg nagyon rosszul indul a magyaroknak. Kapka egyébként kiváló stratéga volt, de valahányszor kritikus szituációba került, elbizonytalanodott. Még az emigrációban is, miután vége a szabadságharcnak, mindenki azt írja a Kapkáról, Kapka véleménye nem számít, mert mindig annak a véleményét fogadja el, aki utoljára beszélt. Ez azért katonai szempontból elég veszélyes. Tehát kivitelezésre Kapkát annyira nem lehetett rávenni. Akárhányszor Tápióbicske is úgy kezdődik, hogy Kapka a csapatai felderítés nélkül bemasíroznak az egyik településre, ahonnan elkezdik lövöldözni őket a horvátok. És teljesen szétrobban 3000 horváttól gyakorlatilag Kapka 10.000 fős hadteste teljesen szétesik. Aztán jön kettő zászlóalj,
kb. 1500 emberrel, 1600-al, Damjanics hadtestéből, és kiveri a horvátokat. Tehát a harmadik és a kilencedik zászló, a két legjobb az igaz, de akkor is. Azért minden mutatja, hogy Kapkánál azért voltak problémák. Issaszeg is úgy kezdődik, hogy Kapka hadteste meghátrál. Itt van Kapka. Kapka hadteste meghátrál, és eldobálják az emberek a lőszert például. Mert egyébként volt egy szabotás, és a csapataihoz Kapkának olyan puskaporos lőszer került, amiben nem puskapor volt, hanem homok. És hát az összes katona elkezdte eldobálni a lőszert, azt is, ami jó volt, mert nem próbálkoztak, hogy melyik, hanem az egészet így kidobálták. Nem volt túl sok, egyébként utólag volt egy vizsgálat, és kiderítette, hogy igazából nem volt jelentős az, ami homokot tartalmazott, de volt ilyen. Kapka hadteste elkezd hátrálni, és Görgei meg jön vele szembe, itt van Görgei ebbe a fekete felszerelésbe. Görgei mindig egy vidra, villagó szörméből készült ilyen fekete ruhát volt, vagy ilyen, mi lehet ez, lepel hordott. Ez viszhatlan volt, azért volt a növényes, hogy ebben az időben nincsenek még olyan viszhatlan gumiból készült, gumihozott ruhát. Jellemző kosúkbeli bőgeje ez a nagyon magas szájú csizma is, amit érdem felül volt. Itt egy vászon, egy ilyen viaszos vászonnal lefedett csákóval rajta. Egyébként Görgei tábornokként is az őrnagyi ruháját viselte, amivel a háború elején kezdett. Nem voltak cikornyás ruhája, mint a legtöbb tábornoknak. Görgei jön vele szembe Kapkával, és Kapka mondja neki, hogy hát most kénytelenek vagyunk meghátrálni, nincs lőszerem. Meg igen fáradtak a csapatok. Görgei szétnéz, azt mondja neki, én úgy látom, hogy a te csapatai biztos nem fáradtak, mert nagyon gyorsan menekülnek. Utána meg annyit mondott neki, hogy lehet, hogy nincs lőszer, de én úgy látom, hogy mintha szuronyuk még lenne. Mondja a Kapka, hogy hát most vissza kell vonulni, de majd hamarosan újból támadunk. Én Görgei csak annyit mond, ha most visszavonulunk, akkor megint a Tisza mögé kell visszavonulni. Nem fogunk visszavonulni, itt majd győzni kell. Kapka hallgat egyébként Görgeire. Görgei személyes megjelenése felvillanyozza a csapatokat, és közben megérkezik Damjanics, ez a nagy darab ember, a legjobb csapataival. Érdekes ez is ez a kép, ugye, hogy hogyan vonulnak az ágyusok. Ugye itt rajta ülnek ilyen hurkán, és úgy viszi őket alok. Tehát ez a kép is nagyon jó, Tangónak a festménye. És az egész gyakorlatilag elmeséli az egész csatát, megérkeznek a csapatok, megfordulnak a Kapka csapata is, megindul a harmadik és a kilencedik zászló, a Damjanics vezetésével, és elsöpik végül is az egész osztálykapcsolatot. Zseniális a csata. Úgyhogy Issaszeg, szintén győzelem. De Kossuth elbízza magát. Kossuth megcsinálja, ugye április 14-én, ha valaki itt volt a kiegyezéses előadáson, ott elmondtam, hogy tulajdonképpen ott történt a függetlenségi nyilatkozat kikiáltása, machinációval. Tulajdonképpen Kossuth majd, hogy nem puccsot csinált. Az országgyűlés többsége valószínűleg nem értett egyet a függetlenségi nyilatkozattal, ezért egy nyilvános országgyűlést hirdetett a nagy templomba, és telecsődítették a Kossuth hosszú emberekkel, és senki nem mert nemet mondani, hogy a szavazás volt. Olvassanak utána, ebben most nem tudok belemenni részletesen, minden esetre Kossuth egyébként is hazudott. Azt mondta az országgyűlési képviselőknek, hogy muszáj kimondani a függetlenséget, mert a hadsereg ezt akarja. A hadsereg pont nem ezt akarta. Mikor megérkezik a függetlenségi nyilatkozat híre a hadsereghez, április 18-án Léván van Görgei. Görgei csak annyit üzen Kossuthnak, a legközelebb ilyen fontos dolgot akar mondani, akkor először szóljon nekem. A hadsereg főparancsnoka, az ő emberei kockáztatják az életüket. Mindenki, Damjanics, teljesen föl van háborodva. Azt mondja Damjanics, mi van, ha még egy csatát nyerünk? Ezek még a kínai császárnak is hadat üzennek. Tehát a hadseregnek a vezérkarra egy-két kivételtől eltekintve nem támogatja a függetlenségi nyilatkozatot. Görgei ennek ellenére, itt nincs visszaút. Szó szerint arról van szó, hogy Görgei felé, vagy Kossuth fölégette a hadsereg mögött és a tisztjei mögött a hidat. Innentől kezdve, osztrák szempontból nézve, a magyar hadsereg lázadó, hiszen megfosztották a tróntól a Habsburg házat. Ötödik Ferdinándot is. Nem Ferenc Józsefet, Ferenc József nem számíthat ekkoriban törvényes magyar királynak. Nagyon rossz a nemzeti függetlenségi nyilatkozatnak a fogadtatása a hadseregbe. Az ott lévő Bukovics sebből is leírja, hogy hát a katonák jelentős része igen, elkezdtek veszekedni. Egy-ketten voltak, akik a függetlenségi nyilatkozat mellett voltak, Görgei inkább hallgatott. Kossuth ráadásul többször is
Nagyon érdekes. Kossuth azt állítja később az emlék, nincsenek emlékiratai, de vannak ilyen visszaemlékező részei az emigrációból című körvények. De leírja a görgeivel való találkozását, amiben állítólag ő már elmondta a görgeinek, hogy ki fogja mondani a függetlenséget, de Görgei nem mondott el semmi rosszat, nem mondta, hogy ne csinál. Görgei is tegye ugyanezt a találkozást, Görgei azt mondta, hogy mondta neki, hogy ő neki személyesen nincsen problémája ezzel, de nem célszerű, mert a hadsereg katonáinak nem jó, és jó lenne, hogyha a függetlenségi nyilatkozat helyett ne ilyen választ adjunk az oktoriát alkotmányra, hanem győzelmeket, katonaiakat. Hát, hogyha most belegondolunk, két szóval egymásra szembe. Kettesbe találkoztak, megírt a Görgei, megírt a Kossuth. Kossuth azt állítja, hogy elmondta Görgeinek, Görgei azt állítja, hogy nem mondta el neki. Kinek van igaza, a történész döntse el. Azt kell mondanom, hogy a történelem többi állítás, hogyha egybevetjük, hogy kinek volt igaza Görgeinek, vagy Kossuthnak, azt kell mondanom, hogy valószínűleg Görgeinek van igaza. Valószínűleg Kossuth hazudott. Ez egyébként Kossuth nem... ez az egyetlen eset van a munkahelyében. Kapka Damjanics. Nem akarom bántani Kossuthot, ezt is elmondtam a kiegyezéses előadáson. Kossuth nélkül nincs 48-49, ő a motorja az egésznek. Fantasztikusan dolgozik. Azok a kötetek, amiket kiadtak az akkori munkáiról, elképesztő gazdagok. Mindennel, a legutolsó csavarig az egész háborús gépezettel ő foglalkozott sokáig. Le a kalappal előtte. De azért politikus is volt. Ugye a hadművelet csúcspontja végül Buda. Hogy egy ostromoljuk-e Budát vagy sem, ebben most már részletesen nem fogunk így belemenni. A történészek egyértelmű következtetésre jutnak, Kossuth javasolt a Görgeinek, hogy foglalja el Budát. Ezek egyértelműen. Egyébként érdekes, április 26-án győznek Komáromnál a honvédek, utána van egy gyűlés, hogy most mi legyen a további célpont, menjenek-e Bécsnek, kövessék az osztrákokat. Ez lenne az ideális. Ezt mondja a Görgei tanácsadója Bajnai József, aki a vezérkari főnök. Görgei is hajlik erre, de nincs lőszer. És nem érte utol a csapatokat. Nem szabad elfelejteni, hogy Isaszektől Komáromi menetel a hadsereg utánpótlás nélkül, annak oda is kellene élni, még a valami 500 szekérnyi lőszer ment egyébként a sereg után, de hát az lassan halad. Nem ért oda. És nem lehetett közvetlenül küldeni, mert az a Buda az még osztrák kézen volt. Ezért kerülőbe kellett északról küldeni az utánpótlást és a lőszert. Nem ér oda, a hadsereg lerongyolódott. Azt mondják, hogy mindenképpen hadászati szünet lesz, mert fel kell szerelni a katonákat. És akkor foglaljuk el Budát. Kossuth is azt mondja, hogy el kell foglalni Budát, mert akkor Anglia és Franciaország elismeri a függetlenségünket, hogyha a fővárosunkat fel tudjuk szabadítani. Klapka is javasolja ezt. Később mind a ketten letagadják az emigrációba. Görgei végül is megehajlik ezek alatt, Bajnai József mérges. A város beveszik a honvédek, május 21-én ugye majd ezen a napon van Görgei. Komárom, június 28 és 12 között. Nagyon érdekes a Szűzvár. Mindenki tudja, hogy miért Szűzvár Komárom, mert soha senki nem vette be, legalábbis addig, legalábbis hivatalosan. Tehát július 28-a a győri csata elveszik, 27-28-án visszavonulnak a honvéd csapatok Komárom környékére. Görgei levelet ír Kossuthnak, hogy nem tudja garantálni innentől kezdve a fővárosnak a biztonságát, hiszen Komáromot gyűrűként délről körülveszi az osztrák hadsereg, tehát az útjuk szabad Budapest felé. Azt mondja a kormány, a két lehetőség van, vagy a kormány menjen Nagyváradra, vagy jöjjön be Komáromba. 26-án volt eredetileg egy tanácskozás, ekkor Görgei átveri Kossuthon és az egész kormányon, hogy amennyiben megindul a támadás, Kossuth bevonul Komáromba, és a kormány is Komáromba teszi át a székhelyét. És ott próbálják legyőzni az osztrák hadsereget egy csapással, amíg az oroszok el vannak foglalva a Tiszántúlon. Kossuth megszegi ezt a szót. Nem vonul be Komáromba soha. Nem, fél, mert hogy most attól félt, hogy őt körbezárják, és onnan nincs menekülés, kétségkívül ez reális. De ha belegondolunk, hogy Kapka mit sikerült elérni, az sokkal kisebb sereggel, hogy az összes ott lévő amnestiát kapott. Komárom egyébként óriási értéket képvisel. Komárom szétlövetése az osztrák háznak nagyobb veszteséget okozott volna, az egész szabadságharc pénzügyileg. Olyan kárba volt a Komárom, hogy elkötelezett. Nagyon nagy érték volt, tehát ez egy túlszólt Komárom vára maga is egy a kézbe. Oda érkeznek a csapatok. Kossuth megszegve a Görgeinek adott szavát, nem vonul be Komáromba, sőt, Komár, mikor
Görgely leírja azt Kossuthnak egy levélbe, hogy ő szeretne győzelmet az osztrákokon Komáromnál elérni. Ez a levél elindul az úton Budapest felé. Ám közben Kossuth összehív egy hadigyűlést, Görgely nélkül, aki ekkor hadügyminiszter és a hadsereg főparancsnoka, tehát a törvényessége finoman szólva kérdése. Görgely összehívja az ottani tábornokokat meg a kormány, megváltoztatják az egész haditervet Görgely nélkül, hogy nem itt legyen az összpontosítás Komáromnál, hanem Szegednél. És utána Kossuth ravasz módon, Aulichot, aki Görgelynek nagyon jó barátja, Csányit, aki Görgely az apjának tekint, őket küldik Görgelyhez, valamint kisernő tábornokot, aradi vértanút, hogy mondják el Görgelynek, hogy bizony vonuljon el, hagyja el Komáromot és menjen Szegedre. Sőt, kisernőnek a zsebébe ott alakul a parancs, hogy csak Görgelyre nem hajlandó, akkor vegye át a parancsnokságot. Kossuth nem játszott tisztalapokkal. És ráadásul, nagyon balszerencsés is a történelemben a magyar, ugyanis az az üzenet, amiben először megállapodnak, aztán eljön ez a háromfős csapat Komáromba, elveszik Görgelyt, hogy menjen el Szegedhez, ha bár ellentmondó józanésznek, és ellene mondanak, amit Görgely szeretne. Bajer egyébként nagyon érdekes, hogy én mondtam, hogy a vezérkari főnök. Elővesz egy térképet Bajer, elkezd játszani rajta, majd a térképen rábök, azt mondja, ha ezt a haditervet követjük, itt vége lesz a dalnak. Arad és világos van ujja alatt. Lugos, világos és arad. Azt mondja, itt ezen a ponton, ha Kossuth tervét hajtjuk vége, itt vége a dalnak. És igaza lesz. Ugye azért katonai szempontból lehet tudni, hogy milyen meneteket lehet tenni, nagyjából ki tudta sakkozni, hogy mi fog történni. Görgely ennek ellenére, meggyőződése ellenére azt mondja, oké, levonulunk, megpróbálunk győzni Szegednél. Ám az a jelentés, aminek korábban írt, hogy ő szeretne győzni Komáromnál, az később kerül Kossuth kezébe, mint amiben azt mondja, hogy oké, lemegyek. Kossuth pedig összekeverje a két parancsnak az időrendjét. Kossuth azt hiszi, hogy fölmondja az engedelmességet Görgelyi. Mert azt kapja meg másodiként, amiben azt mondja, hogy Komáromnál akar győzni. És nem azt, amiben azt mondja, hogy levonul. Rossz a kettőnek a sorrendje. Katona Tamás, aki kiadta Görgelynek az emlékiratait, azt mondja, hogy Kossuth rosszul olvasta. Hát, vagy szándékosan olvasta rosszul, ezt nem tudjuk. Minden esetre az biztos, hogy erre hivatkozva fölmenti Görgelyt a hadminisztert, hogy a katona a parancsnokság alól. Görgely ráadásul, miután annyira rossz, hogy kevés az idő. Még 10 percen belül befejezzük azért. Annyira rossz, tényleg, mert ez egy zseniális történet. Azt történik, hogy Kossuth elküldi Görgely helyett Görgelyt leváltani Mészáros Lázárt, egy hihetetlen balszerencsés hadvezért, aki minden csapát elvesztette, hogy váltsa le Görgelyt. És Mészáros egyébként nagyon szimpatikus figura, az ő emlékirata, ez egyik legszórakoztatóbb 48-as anyagok, saját magát is annyiszor kritizálja és kineveti, de nem jó katona. És Görgely meg abban, amit elkezd írni egy levelet Görgely, ez félbe marad ez a levél. Ezt július 2-án elkezdi Görgely írni, amiben végig sorolja a sérelmeit Kossuthnak, és az lenne a levél vége, hogy lemond a hadügyminiszterségről, csak hogy katona hadvezér maradhasson. Ám félbe marad a levél, mert áldozást hal meg. Az osztrákok támadásba lendülnek július 2-án Komárom körül, és Görgely kiszalad a várból, hogy ott legyen a csatába. Ez a csata óriási siker. 26 ezer fővel a 60 ezer fős osztrák sereget megveri. Nem tudja tönkreverni, mert éppen felbukkannak az oroszok, és megmentik az osztrák hadsereget az utolsó pillanatban. De kemény csapást mér rá, és ráadásul a Budára tartó utat a honvédek megtartják. Tehát el tud vonulni Buda irányába Komáromból. Sikert ér el Görgely, ám akkor, amikor ez történik, ugye sánctábor van Komárom körül, sáncok vannak, itt van egy hitfőerő, a Komáromi vár, tehát egy ilyen körbe, hát a mai erődök nagy része még nincs meg akkor, de az előzményei már igen. Itt jelenetek vannak ebből a július 2-ai csatából, hihetetlen teljesítmény küldt a honvédsereg, talán a legjobb csatája a szabadságharc alatt. Görgely maga is, mint egy isten számolt, többen ezt írják, ott a vörös ruhát vesz föl, korábban mindig az egyszerű örvány ruhát viselte, Vörös Attilát vesz föl, hogy messziről is lássák a csapatok. Egyébként a halált keresi ebbe a csatába egyértelműen. De a legveszélyesebb pontokon nyargal, a huszárait vezeti rohamra, amikor aztán egy satnál lecsapja majd a fejét.
végigvágja az egész tarkó, egy gyakorlatilag megskalpolja a görgeit. Annyira, hogy akik később látják, az látta, hogy megy benne a vér. Olyan mély a seb. Ha csak egy katonai éreztés, ha csak egy centivel lejjebb megy ez a gránát, sapnál az a repesz. Ma valószínűleg egy 10 méteres szobor van azon a csatatéren, hogy mekkora hősünk haltott meg. De nem halt meg görgei. Görgei keményebb volt, mint ahogy azt gondolták. Végig vezeti a csatát, úgyhogy egy véres kendőt tart a fejéhez, és csak akkor esik össze, amikor véget ér az ütközet. Itt vezeti a csapatokat. Menekülnek el oda. Fantasztikus teljesítmény. Bajer József, aki egyébként nem volt túl bátor, ő inkább a taktikai dolgokban volt jeles, a várból, a komáromi vár templomából nézi a csatát, és egyszer csak kiszólja a vörös embert, és mondja, ott a tábornok, hú, micsoda tábornok, te így írja le. Egészen fantasztikus ez a jelenet. És hát ugye ez a kép egyébként itt hazug, ugye itt a huszár, aki megcsapja görgeit, itt úgy ábrázolja a kép, mintha tényleg egy merénylet lett volna. Bajer egyébként végig azt gondolja, hogy perccel múlva görgei ellenlábasa volt, aki merényletet hajtott végig görgei ellen. De az orvosi leírások egyértelművé teszik, hogy egy ilyen recés repesz darab vágta fel az agyba fejét. Ez az ember tragédiájában van, olvassák el. Itt a görgei elemei van ez. 1862-es az ember tragédiája, tehát elvileg nem zárná ki. És megérkezik Mészáros Lázár, hogy átvegye a hadsereg parancsnokságát abban a pillanatban, amikor ott fekszik a hőstábornok tiszta vérben, és a hadsereg látta, hogy mire képes. És megjön Mészáros Lázár, aki minden csatáját elvesztette, hogy vegye át a parancsnokságot ettől az embertől. Álltok föl, azonnal elhajol. Ez természetesen. Egyébként Mészáros Lázár meghallja a lövöldözést, és be se jut a táborba, hanem visszafordul Budapestre. Azért ez is egy elég komoly vélemény Mészáros Lázárról. Akkor. Itt van Mészáros egyébként, nagyon szeretetlen méltó figura. A perccel is nem néz ki, még egyszer nem foglalkozunk. Görgei két napon keresztül, de még egyébként utána is a élet és halál között repek. Az első orvosok összevallják a sebet, és a gerny szétterjed a bőr alatt, teljesen eldeformálják az arcát és az egész fejét. Utána jön a bizonyos Markusovszky nevű orvos, aki a Szombathelyi Kórháznak a névadója. Ő az, aki felvágja a sebet, és engedi kifolyni a gennyet, és orvosolja végig Görgeit. Végigvezeti Görgei ezt a hadjáratot. Klapka, elvileg Klapka a második számú katona. A katonák egyébként egy gyűléskel Klapkának összeírni, olyan nagy a felháborodása, amiért leváltják Görgeit. És az összes alakulatnak egy-egy tisztja ott van ezen a megbeszélésen, és levelet írnak a Görgeit, vagy a Kossuthnak, hogy ne váltsa le Görgeit, mert a hadsereg bizalma Görgeiben van. Klapka ezt elviszi Nagy Sándor József tábornokkal Kossuthoz, és Klapka nem megy megmutatni Kossuthnak. Csak szóba tájékoztatja, hogy mit akar a hadsereg, és megígérteti Klapkával, hogy ő vezeti le, hogyha Görgei erre nem képes, de Görgeit végül meghagyják az élén a seregnek, mert a hadsereg őt követelte. Görgei ezután egy darabig, már csak dacból is úgy is írja alá egyébként a leveleit, hogy nem azt írja, hogy kinevezett, hanem a csapatok által megválasztott tábornok. Ilyen csódacsapást. De óriási feladatot kap. Görgei belemegy, hogy levezeti a sereget Szegedre. Itt van Komárom. Az osztrák hadsereg itt van délre, erre nem lehet kimenni, tehát nem lehet így erre elvonulni Szeged felé. Az orosz hadsereg innen érkezik, és már Miskolc táján van, elméleti szempontból Görgei hadseregének nem szabadna lejutni a Aradig. Görgeinek 30 ezer emberrel kell, még lesz majd egy Komárom csata, abban nem megyünk bele, Klapka vezeti meg Görgei, akkor még agonizál, és teljesen erélytelenül vezeti Klapka a támadást, amit egy kis vixel van visszavonul, ahogy ő szokott. De mégis híres Komárom, pedig Klapka kiváló ember volt, de katonailag sokszor sajnos megbicsaklott döntő pillanatokat. Úgyhogy Görgeinek le kell vezetni a hadseregét ide. Elméletileg ez képtelenség. 120 ezer fő sok hadsereg van, Görgeinek van 30 ezer ember. Elzárja az utat. És Görgei mégis elindul, úgyhogy hát hol kocsin, hol lovon megy, amikor éppen tud ülni. Vásznál például már annyira elfáradt, hogy leül egy kőre, és gyakorlatilag ott ilyen tetszhalott állapotban van Görgei, de nem adja át a csapatok parancsnokságát. Klapka, aki egészséges, ott maradt Komáromban, holott nem ő neki kellett volna, hanem most sem van felem szegedni.
nem vezeti le a csapatokat kapka, Györgyei, aki felelősséget érez a katonáért, meg végigvezeti ezen az úton őket, úgyhogy halál közeli állapotban van. Ez egy ilyen ember volt. Elindul a csapat, Vácnál összeütköznek az oroszokkal. Egyébként ez teljes, hogy a magyar visszajelzés milyen rossz. Kossuth azt hiszi, hogy az orosz csapatok száma, amik betörtek az országba, az 70 ezer. 204 ezer. Azt hiszi, hogy Görgei át tudja verekedni magát itt, ám Görgei azonnal kiszúrja, amikor megkezdődik a Váci csata, hogy itt bizony ezeken nem fogunk tudni átvergődni, mert jóval többen vannak, mint gondolnák. Úgyhogy fordul egyet, és elindul északnak, és elvárni az oroszok visszavonulási úton alá. Ráadásul úgy, hogy ő megy a külső ívén a körnek, ami alatt Arathoz kell élni, az oroszok pedig belül vannak, bármikor el kellene, hogy várják az útját. Sokkal rövidebb menettávolságokat kell megtenni. Görgei szóval az utolsó métereket is kifacsalja a katonákból. Olyan meneteket tesznek meg, amiket normál esetben a hadsereg nem tud megcsinálni, mert szétesik közben. Görgei hadserege nem esik szét. Végig teszi ezt az útvonalat, több ütközetet vív az oroszokkal, és mindenhol megállítja őket. Talán a legszebb hadművelete egyébként. Ugye ismert, hogy a cár is levelet írt Paszkevicsnak, az orosz tábornoknak, hogy hogy lehetséges az, hogy Györgyei eljutott Arathoz. Hogy kerülhette meg először a jobb, utána meg a bal szárnyunkat? Azért, mert ezek a katonák ezek iszonyatos menetteljesítményt nyújtottak. Normál esetben egy hadsereg 20-25-30 km tesz meg egy nap alatt. Ezek több hetet végigmeneteltek, úgyhogy sokszor 40-50-et. Gyalog, kopott csizmákba, a bakancs elkopik a lábuk alól. Kegyetlen. És valahol mégis egybe tartja ez a vasakaratú ember. Ugye abban az időben egyébként őt csak úgy hívták, hogy a vasember, akkor még nem volt amerikai szuperhős belőle. Vagy acélember, vagy vasból van ez az ember. Vagy lángoszlop. Hogyha olvasta valaki a könyvet, hogy gyorsnak adtam neki a szerző? Somogyvári Gyula. Ugye tűzoszlop. Ez egy három kötetes sorozatról van szó, ami Görgeit követi, és nagyon reálisan, és nagyon sok dokumentumot felhasznál. Görgeinek el kell jutni Arathoz, hogy csatlakozzon Debrinszkét. Debrinszki Szegedről nem jut el Aradig, hanem Temesvár felé megy el. Görgeinek Komáromból jut le Aradig, úgyhogy nem verik meg. És Görgei lesz az árból. Itt van Görgei vezérkör a tambor képén. Itt van Görgei bekötött fejjel Vácnál, június 17-én, itt a vezérkara, Pöltenberg Ernő, Leiningen, Westerburg Károly. Sota Moritz, ő is nagyon érdekes személy, végig az egyetlen azok között van, a kevés között, aki túléli a vesztőhelyet, ha bár halálra ítéli, de mégis kegyelmet kap később. 1862-ig végig Görgei barátja, akkor annyira nem becsülik meg őt a Magyarországon, hogy végül 1862. májusában oda megy a Buda ostrom, akkor elvédeknek a sírjához, és szíven döfi magát. Mert nem tud kenyeret kapni gyakorlatilag, nincs állása. Amikor meg volna, az is csak alig fizet valamit. Sota egyébként leveleti Görgeinek is elmondja neki, hogy elnézést kér, de ő így nem tud élni. Úgyhogy öngyilkos lesz. Görgei erre meg utána viszont, amikor meghalt ugye Sota, akkor persze azon a lelkesedés van az emberekben, hogy ő neki kőemléket állítanak, hogy egy szép emlékmével legyen. Görgei meg csak egy előbb annyit, hogy ja, kenyeret nem adtatok volna neki, de követ azt adtok. Világos. Augusztus 9-én a magyar hadsereg Debrinszki vezetésével, ami 50 ezer fő, vereséget szenved Hajnautól, akinek 30 ezer ember van. Magyar túlsúly van a Temesvári csatában. Görgei ilyen előnyök között nem tudom, mit hozhatott volna ki belőle. Kétségtelen, hogy ez a hadsereg nem olyan jó, mint a Görgeié. Nem olyan tapasztalt, nem olyan rutinos katonákból áll. De Debrinszki nagyon rosszul vezeti a hadsereget. Csata közben megérkezik Bem, és átveszi a vezetést. Bem is ugye a magyar történelem egyik nagy hőse, érdemmel. Bem kiváló katona, de nagyon kockázott vállaló ember. Ha ő vezeti a hadsereget, amit Görgei már rég lepusztult volna, ezt azért biztos. De a maga módján, de nagyon jó katona volt. Debrinszki olyan jó katona volt, jelzi az eset, elkezdődik a csata, Bem átveszi a vezetést a csatába. Elkezdenek a magyar csapatok felfejlődni, jól alakul eleinte az ütközet. Majd egyszer csak a magyar ágyuk elkezdenek elhallgatni. Mi a fene történik? Bem, oda megy Debrinszkét, mi történik? Hát elfogyott a lőszer. És hol a tartalék? Hát azokat elküldtem. Debrinszki egy katasztrófa.
Egyébként már maga az összpontosítási hely az, hogy Dembinski Szegedtől nem Arathoz, hanem Temesvár felé húzódik, óriási taktikai baki, és azt jelzi, hogy mintha ők már szökni készülnének, mert a török határ felé megy. Augusztus 10-én aztán Kossuth és Görgei találkoznak Aradon, ahol megérkezik a Görgei. Egyébként lehet látni kivételesen egy szemüveges képet róla, tényleg szemüveges volt egyébként általában. És hát beszél Kossuth és Görgei, és mondogatja Kossuth, hogy mit fog tenni, hogyha győzünk Temesvárnál. Azt mondja, hogy akkor rávetem magam az osztrákokra. És mit tesz akkor, hogyha veszítünk? Azt mondja, akkor leteszem a fegyvert. Ki mondja azt, amit nem nagyon lehetett. Egyébként Görgei már korábban egyszer, június 28-án a győri csata után ezt leírja. Ugyanis ekkor van egy Kossuth parancs, amiben azt mondja, hogy a egyszerű emberek azok gyújtsák fel a házaikba, és mindent pusztítsanak el az osztrák hadsereg elől. Mert Görgei azt mondja, hogy hát azért harcolunk, hogy az emberek elpusztítsák azt, amiük van. És nem támogatja ezt az elpusztítást. Ez nem fogom kimondani, hogy kinek van ilyen terve még a történelemben, hogy mindent elpusztítsunk 1945-ben. De Kossuth is egy ilyen parancsot adott ki. Égessék el a házakat, vonuljanak el az emberek, mindent pusztítsanak el. Ez jól működhet Oroszországban, ugye mindig napóleoni példákkal jönnek ebbe az időbe. De Magyarországon? Hát azért ez nem oroszországi nagyság terület. És az emberek elveszítsék azt a keveset is. Egyébként sem voltak annyira lelkesek az emberek már. Görgei is leírja, hogy a magyar katonák bizony akkor már igen fosztogattak. Egyrészt azért, mert már nekik sem volt semmi. Több panasz is volt. Egyszer jött egy panaszkodó, hogy jöttek a katonák, és leszették a kerítést, és abból rakta tábortüzet. A Görgei azt mondta, igen, akkor ezek nagyon jól nevelt katonák voltak, máshol ott helyben gyújtották föl. Mert annyira fáztak, hogy annyira kellett ahhoz, hogy egy élelmiszert készítsenek. Úgyhogy Görgei eljut aladig, de ott nem várja Dembinski, hanem azt mondják, hogy Temesvárig kellene még tovább menni, mert oda ment Dembinski. Itt a kormány végül, hát megjön a hír, újon hozza, hogy a csata elveszett. Kossuth lemond. Világosan leírja ebbe a lemondó nyilatkozatba, hogy nincs esély az ellenünk felvonult osztrák és orosz hadok ellenébe, nincs esély arra, hogy továbbiakban győzelmi reményekkel álljunk fel. Ő elindul Törökország felé, majd amint elhagy a Görgei táborát, kiad egy másik levelet, amiben azt mondja, hogy Görgei írjen el mindent, amit csak lehet. Ez így könnyű mondani. Holott tudják ekkor már bőven, hogy az oroszok senkivel sem alkudoznak. Az oroszok azt üzenik vissza, hogy őket nem alkudozni hívták, hanem hadat is el. Görgei a lemondó nyilatkozat, ezt aztán Görgei egy ismerősénél hagyja, hiszen ő nem számít arra, hogy életbe marad. Ez a Bohus kastély világosnál, itt tölti az utolsó éjszakát a magyar fővezér, testvére Istvánt is magához hívja, István el se tud búcsúzni az ászlajtól, nem tudja, hogy miért hívják egyelőre. Itt közli Görgei, hogy szándékában el lehet letenni a fegyvert. Nincs már remény, azoknak az életét pedig meg akarja kimérni, akik ott vannak. Még egy csatát lehet vállalni, annyi műszerük még éppen talán van, egyébként csak néhány ülésre való volt az ágyukhoz is már, hogy még lehetett volna egy hősi küzdelembe elhalni, de ő azt mondja, hogy vállalja a felelősséget egymaga, és a csapatok azok viszont, az emberek azok meneküljenek meg. A Bohus kastélyban van egy ilyen gyűlés, megszavaztatja egyébként az úgyis alakuló parancsnokát, összehív egy gyűlést, elmondja, hogy ő neki az a szándéka, hogy leteszi a fegyvert, nem az osztrákok, hanem az oroszok előtt, mert ők győztek le minket. Leteszi a fegyvert az oroszok előtt, de nem akarja rájuk testálni ezt a feladatot, döntsék el, hogy ők mit szavaznak meg. Odaállnak a tábornokok, törzstisztek, teljesen egyértelmű, mindenki a megadásra szavaz. Kettő kivétel van, ketten azt mondják, hogy ők az osztrákok előtt tették le a fegyvert, az összes többi az orosz előtt. Nem Görgei hozza meg a döntést. Mindenki vállalja, hogy osztozik ebben. Leninger a legpehesebb. Görgei tudja, hogy Leninger biztos nem menekül meg. Annak idején ő is császári és királyi katona volt, tehát ő tényleg esküszegűnek számít az ő szemükben. Leningernek mondja, hogy hagyja el a tábort, mert nem tudja garantálni, menjen Törökországba és éljen. Leninger is indul, ám ahogy mennek át egy ilyen üvegházon itt a kastélynál, azt hallja, hogy ott veszekednek a honvédek. Mert vannak, akik azt mondják, hogy ők elszöknek, és akkor a többiek meg lefújolják, hogy mi vagy te, hogy elhagyod a csapatokat az utolsó pillanatban, nem menekülhetsz el, együtt fogunk letenni a fegyvert. Leninger megfordul és ott marad. Aláírja a halálos rendeletét gyakorlatilag.
13-án leteszik a fegyvert a magyar csapatok, szépen felvonulnak, úgy állnak fel, úgy vernek tábort, hogyha osztrákok közelednének, azt vissza tudják venni. Ők előttük nem hajlandók letenni a fegyvert. Az oroszok elzárják az osztrákoktól. Az orosz hadsereg úgy vonul be, úgy manőverezik a két sereg, hogy az orosz hadsereg, az oszták és a magyar közé kerüljön. Ezt követelik a magyarok. És Görgye tényleg acélember. Ebben az utolsó pillanatban leírják, hogy Görgyei elvágtat a csapatok előtt, megkéri az orosz fővezért, mikor átadja a kardját, hogy hadd búcsúzzon el a csapatoktól. Végig gondolom, hogy a csapatok előtt elér Damjanics hadtestéig, egy szót nem tud mondani. Semmit nem tud mondani. Ott áll Némárból, szólni akar, és egyszer csak Damjanics csapatainál felhangzik, hogy éljen Görgyei. A másik fele meg azt, hogy bocsáss meg nekünk Görgyei. És abban a pillanatban Görgyei összeesik, és ezt lovára adik, és ezt el kell sírni. Az aradi vértanúkról egyébként érdekes módon, hogy általában csak annyit tudunk, hogy aradi vértanúk, megölték őket, koronaszak voltak az osztrákok, stb. De hogy kik is ezek az aradi vértanúk, igazából nagyon keveset tudunk. Most, hogyha meg kellene mondani, hogy ki melyik hadtestben volt, azért legyünk őszintén, nehéz gondunk lenne. Hogy melyik kitartozott Görgyei alá, ki nem? Meg tudnánk mondani? Hát most már abból egy-kettőt, igen. Ugye Damjan is nyilvánvaló. Meg Leningen is nyilvánvaló. Aul is ugye ekkor hadügyminiszter egyébként, hogy Görgyei alatt voltam Aul is a hadügyminiszter. Kisernőről már az előbb váltottunk szó. Tehát rengeteg emberről van szó, akik más-más módon jutottak el, és ezeknek a nagy része nem Kossuth János. Nem Kossuthnak a híve. A legtöbben Görgyei hívei. Pöltenberg Ernő. Végig harcolja Görgyeivel ezt a hadjáratot. Pöltenberget, Kossuthék egyszer ki is rúgták a hadseregből, Görgyei késére vették fel, újból. Nagyon érdekes a történelem. És aztán később mégis Görgyeit azzal vádolják, hogy ő temette el ezeket. Görgyei egyébként feltétel nélkül adta meg magát, mert csak ez az egy verzió volt. Nem volt appelláta, nem volt olyan, hogy lehetett volna alkudozni. Kérjük ide még egyszer. Megtette Görgyei, amit kellett, letett az életről is, azt mondta, hogy ő legyen az egyedüli áldozat. Beadták, összeszólt, őnek jövénye kellett, nem engedték, hogy őt végezzék ki. Görgyei mindig azzal levelezett Ferenc Józseffel, úgy levelezett, hogy azt mondta, hogy hát mi az, hogy én, a főkolompos, én élek. De azok, akiknek az én parancsomat követték, azokat meg kivégzik? Hát hogy van ez? Nem sokat ért el vele. Szerencsére az 1900-es Kossuth halála azt hiszem egyébként a döntő. 1894 után már egyre kevesebben hiszik el azt, hogy áruló volt Görgyei. Vannak még egy-egy újság, egy nem túl preferált újság, azért még mindig ilyen ilyeneket, meg a Néplélekben még mindig ott volt ez. De már igazából olyanok, akik olvasottak voltak értelmiségek, nem vették ezt a vádat komolyan. Meg is kérdezik az idős Görgyeit, hogy szeretné, hogy meg akarja még élni, hogy ő hol a szobor legyen. Azt mondta, hogy szobor, hát én csak teljesítettem a kötelességem, nincs semmi olyan, amit én elkövettem. Itt többször is egyébként mérhetetlen szerénysége nyilatkozik. Mikor megkérdezik, hogy hát ő milyen nagy katonai zseni volt, azt mondta, hogy ő benne nem volt semmi zseni. Ő egyszerűen vállalta a feladatot, és a katonák néha jól tartották magukat. Volt szobor aztán Görgyeivel. 30-as, 20-as, 30-as években a Horthy érában már azért eléggé pozitívan viszonyult a Görgyeihez. Meg elkészül a budai várban, ugye Görgyei szobra, amit aztán az 50-es években ledöntenek. Hogy meg elkészülhessen belőle dicső vezérünk Sztálinnak a szobra. Ugye a Sztálin szobor, amit 56-ban ledöntenek, az Kossuth, az a Görgyei és Tisza István szobrából készül. De hát az ének 98 óta újból van Görgyei szobrunk a várban. Megérdemli. Van egy nagyon klassz, ez Miskolcon a Görgyei utca. Ez a Mokborba, össze volt szemöldök. Remek kis dombolj, szerintem. Nem nagyon ismerjük már Görgyeire, de maga az arc az bizony lehet egy ilyen bűnös. Tessé? Hát egy kicsit igen. Nekem is eszembe jutott. Lehet, hogy csak átnevezték a rendszerváltás után. Legalább hasznosítottak egyet. Le van fejezve a nagy bűn, igen. A gép forog, az alkotó pihen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.